Nagy szeretettel köszöntelek benneteket még egyszer Jézus Krisztus nevében, és ma kampányolni szeretnék, egy 2000 évvel ezelőtt megindult kampányba szeretnék becsatlakozni Isten kegyelméből, és ez a kampány, ez nem a világból való, ez a kampány, ez azért jött, és azért küldte el Isten az ő fiát, mert én nagyon hálás vagyok, tudjátok, mindig Jézus eljöveteléért, mert volt egy vegyes próbálkozása Isten népének, amely nem járt sikerrel, hogy képviselje őt a földön, és Isten, ahogy szokták mondani kártyanyelven, 19-re lapot húzott, és 21 lett, és elküldte a fiát Jézust, és Jézus minden, amit mi nem tudtunk megváltoztatni, minden, amit mi nem tudtunk megtenni, ahhoz kaptunk tőle erőt, és tudjátok, itt egy megerősített kampány lett 2000 évvel ezelőtt, mert Jézus, csak gondoljatok bele, amit mondott, azt mondta, hogy veletek leszek a világ végezetéig, tehát van tőle egy személyes ígéretünk, hogy velünk lesz a világ végezetéig, és van egy jó hírem, van egy kiváló kampány tanácsadója, úgy hívják, hogy Szentlélek, aki pedig azért jött, hogy elvezessen bennünket minden igazságra. Úgyhogy hallani fogtok kampányokról, kampányok híreiről, de az eredeti igazi kampány az ez volt, Isten kegyelméből, ahol kaptunk támogatót, segítőt abban, hogy eljussunk, elvezessen bennünket Isten minden igazságra. Az újjászületésről beszéltem az elmúlt hetekben, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, és azért is az Isten nagyon lenyugtatta a szívemet, hogy ne siessek, hanem nyugodtan maradjak ennél a témánál, mert ez egy megkerülhetetlen, elkerülhetetlen téma, és látom, hogy az egyház világméretekben, legalábbis az általam ismert egyház világméretekben attól sírt, és attól sír, és attól szenved. Az emberek, ha megváltoznak a körülményeik, ha nem lehet templomba járni, vagy gyülekezetbe járni, szóval lehet látni, hogy kitör egy pánik helyzet szerte a világon. Miért? Mert az embereknek valahol eljutottak az Isten utáni vágyig, eljutottak a testvérek utáni vágyig, eljutottak egy testvéri közösségre, de még mindig hiányzik az elementáris újjászületés, ami tulajdonképpen ezt az egész kereszténységet, ha mondhatom így, hétköznapi nyelven feldobja. Testvéreim, újjászületés nélkül hadd legyek egyenes, dögunalom a keresztény élet. De egyszerűen mindent megunsz. Vannak benne újdonságok, vannak benne új dalok, vannak benne új összejövetelek, vannak benne új gyülekezetek, de az újjászületés nélkül, amikor nincs egy kapocs az Istennel, tudjátok, ez olyan az újjászületés nélkül Istennel való kapcsolat, itt ilyen nincs köztetek, hála az Úrnak, mint egy rossz házasság. A rossz házasság az olyan, hogy valahol látszólag még egybe vannak, egybe van tartva a kapcsolat, főleg amikor kilépnek az ajtón kívül, ugye a vallás is azért képmutató, mert amikor láttatja magát, akkor úgy viselkedik, mintha minden rendben lenne, és amikor becsukodnak az ajtók, és sajnos a rossz házasság is ilyen, ezért nagyon nehéz megállapítani, és nagyon nehéz eldönteni, mert az ajtókon kívül egy más arcát mutatja, és az ajtókon belül, látjátok ma, kis hazánkban ez nagyon divat, de szerte a világon vannak ezek a celeb álompárok, ahol mikor az újság ott van, meg a tévé, akkor ez egy borzalmas jó házasság, szó szerint használtam, hogy borzalmas jó, és aztán, amikor ugye kiderülnek hónapok vagy rövid évek elteltével, hogy borzalmas dolgok ezek, és ezért nagyon fontos az újjászületés, mert újjászületés nélkül egyszerűen nem lehet az Istennel élő, hosszú távú eleven kapcsolatot fenntartani. És tudjátok, ezt teszi élménnyé az egészet, ez egy óriási élmény, amikor kicseréli Isten az embernek a szívét, és azt érzed, hogy valami olyan dolog történik veled, amit te nem tudnál megtenni. És tudjátok, ettől könnyű és gyönyörűséges. Én sokáig őszintén mondom nektek, hogy pereltem az Istennel, lóbáltam a karomat, járattam a számat, hogy mi az, hogy könnyű és gyönyörűséges. Ez az egész te országod, ez az egész te, amit itt te velünk csináltál, onnantól kezdve, hogy megtértem, ez csak szívás, ez nem, hogy könnyű, gyönyörűséges, hanem ez nehéz, borzalmas, alig lehet néha elviselni, magányos maradok, mindenki utálni fog, és mi ebbe a könnyű és gyönyörűséges, és egészen addig nem érti ezt meg az ember, amíg itt nem egy új szív dobog.
Amikor pedig egy új szív dovog, akkor meg nem kell megmagyarázni, abban a pillanatban ért az ember mindent. Úgyhogy én nagyon kívánom, hogy ez a kampány ez menjen egészen addig a kegyelemnek a végéig, és tudjátok, ez a kampány az Isten országának a kampánya a finisébe érkezett, és látom, azért érzed ma már olyan távolinak sokszor az Istent, mert az Isten ma már nekem szent meggyőződésem, hogy semmi mással nem kíván foglalkozni, csak a lelkek megmentésével, mert egyszerűen van egy visszaszámlálás, és amikor a visszaszámlálás a vége felé közeledik, tudjátok, voltak ezek a különböző műsorok, amikor arra biztattak téged, hogy SMS-en szavazzál, MLD-as SMS-en, és akkor ugye voltak, annál jópofábbak voltak a műsorvezetők, minél jobban, hogy az utolsó másodpercben, még ha addig nem vetted a fáradtságot, mert a csirkecomb volt a kezedbe, akkor arra biztatott, hogy dobd el, és nyomj egy SMS-t, mert egyszerűen azon múlik mindenkinek az élete. És valóban van egy olyan visszaszámlálás, ez egy olyan kampány, aminek 2000 éve elindult a visszaszámlálása, hogy egyszer csak lenullázódik ez az óra, és amikor lenullázódik az óra, akkor Isten lezárja ennek a földnek a történelmét, és bujócska nyelven mondva, aki bújt, aki nem, megyek. Testvéreim, ez a kampány, ez egy nagy bujócska, 2000 éve, de a vége jó lesz, mert a hunyó leleplezi magát, és azt mondja majd, hogy aki bújt, aki nem, megyek. Ezért fontos, drága testvéreim, hogy együtt tartózkodjunk Jézussal. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ennél fontosabb dolog az újjászületés. Mit jelent az újjászületés? Ott létrejön egy valóságos közösség. Ezért ugye nem véletlenül az ember és az Isten kapcsolatát a legtöbbször a házassággal hasonlítja. Miért? Mert a házasok általában együtt tartózkodnak. Szóval soha nem értettem azt, amikor összeházasodnak, és akkor külön szobába alszanak. Hát én alig vártam, hogy a külön szobába alvásból valahol egy szobába aludjunk. Tehát eszem ágában nem lenne gipszkartonnal leválasztani ezt a szobát. Hát sokkal nehezebb lenne megérinteni a feleségemet. De ezért ugye az egyház, a vallás nagyon sokszor csak azt mondja, hogy gyere el egy szombatra, egy vasárnapra, és tartózkodjunk az Úrral együtt. Én csak bátorítani szeretnélek benneteket, hogy ennél lényegesen tovább lehet lépni, amikor közösséget lehet vele alkotni. És tudjátok, Ádám és Éva óta tudjuk, hogy Ádám ismeri az ő feleségét. Ez a közösség, ez nagyon mély lehet. És itt nem csak ugye a valóságban természetesen, ugye sokszor ma ennek a 21. századnak, de már a 20-nak is, meg már a 19-nek is, meg mehetnék végig, az volt a csődje, hogy például a férfi-nő közötti szexualitást levitte egy állati műfajba. Miért baj ez, vagy miért rossz ez? Azért, mert testvéreim, ez a közösségnek talán a legmélyebb, talán a legelkötelezettebb formája, és természetesen ez mellett sok minden más van, de ezért ugye ma már nem tudnak kialakulni ember és ember között mély közösségek. Miért? Mert a nő sok esetben odadobja magát pillanatok alatt a férfinek, a férfi nem akar semmi más, csak a nőt akarja, és sorolhatnám tovább, tehát elment ennek a mélysége a közösségnek, és ezért van az, hogy felületes közösségek alakulnak ki. Ne felejtsétek el, Jézus utolsó mondatai között, az Úrra lejárta előtti mondatai között az hangzik, hogy utoljára még mit csinálok, ha beengedsz, bemegyek, és veled vacsorázok, ne felejtsétek el, a vacsora az egy közösség. Szóval nem úgy szoktunk vacsorázni, hogy aki bújt, aki nem, aki arra jár, az betereled az utcáról, és akkor eszünk egy nagyot, hanem minél jobb a vacsora, miért van olyan rituálé nagyon sokszor Európában, főleg a vasárnapi ebéden? Miért van? A húsleves miatt? Tehát az embernek már néha a fülén jön ki. Én emlékszem ezekre a régi gyerekkori karácsonyaimra, hogy megettük a húslevest, természetesen rántott hús, aztán délután anyám vasalt, háttérbe szólt a Delta, én nekem valahol leckét kellett volna írnom, de hát ugye nem tudtam odafigyelni. Szóval ilyen megdöbbenő monotonitás van benne, de egyszerűen Jézus nem ezt akarja, hogy valami monotonitással hétről hétre valamit csináljunk, hanem tulajdonképpen egy valóságos közösséget akar. És nagyon fontos dolog, még egy miatt fontos az újjászületés, mert a bűnös ember, és az Isten találkozása az valójában az újjászületésben jön létre. Testvéreim, hadd említsek egy példát, az Emmauszi tanítványoknak volt találkozásuk Jézussal. Nem is egy, nem is kettő. Sőt, a feltámadott Jézussal azon szerencsés palik közé tartoztak, akiknek volt találkozásuk a feltámadott Jézussal, így látták színről színre a feltámadott Jézust. Volt vele találkozásuk, mégis mennyit ismertek belőle, mekkora közösségük volt benne vele, elmondom nektek, a zéróval, a nullával volt egyenlő.
És ezért nagyon fontos, hogy a találkozás és a közösség, a megtérés, az egy találkozás Istennel. Az Isten tiszteletre járás, az lehet egy találkozás Istennel, és lehet egy találkozás a hívőtársaiddal. De az újjászületés, abban létrejön egy valóságos közösség, és ez az a közösség, ez az a kincs, amiről beszél a Biblia, hogyha ebben egyszer beleszagolsz, ennek olyan aromája, olyan illata van, ha egyszer beleszagolsz ebbe, úgy rászoksz erre a cuccra, hogy nem fogsz lejönni róla életed végéig. És azt tanácsolom, hogy erre a cuccra szokjál rá, mert ez egy olyan dolog, ami eszméletlenül boldoggá tudja tenni az embert, és innentől kezdve majd érteni fogod, hogy mi az, hogy örökös öröm van a fejükön, mi az, hogy könnyű és gyönyörűséges. Igazániból azért könnyű, mert tök mindegy, hogy mit csinálsz. Hát nem, na ezt így most majd pontosítom, jó? Mert mindjárt átmegyünk a hiperkegyelembe. Tehát nem tök mindegy, hogy mit csinálsz, de igazándiból vedd lazán az életet, mert ha letetted az Úrnak az életedet, akkor az Isten el fog vezetni abba a célba, ahová kell menni. Ez nem olyan tájfutás, hogy valaki könyörüljön meg, hogy hol van a vége, meg hol vannak az ellenőrző pontok. Itt a Szentlélek vezet ellenőrző pontról ellenőrző pontra. Ezért a bűnös ember számára mi az öröm? Az, hogy elmegy egy gyülekezetbe és megtér. Persze elmosolyogja magát, mert mondjuk neki, hogy neked mától nagyon jó lesz, aztán holnap kirúgják a munkahelyéről, meg az anyja nem áll vele szóba, mert elmeséli neki, hogy újjászületett és megtért Jézus Krisztushoz. Mi elkezd rajta gondolkodni, akkor mi történik. Mi az öröm, amikor a bűnös ember valójában találkozik azzal, aki megbocsátja neki a bűneit. Figyeljetek, ezt nem értették a farizeusok. Mit mondtak mindig a farizeusok? Kicsoda ez a nagy képű, aki képes megbocsátani, mi nem értették? Nagyon egyszerű, ne bántsátok őket, én se akarom. Azért nem értették, mert soha az életükben nem találkoztak, a bűnös emberi lényük nem találkozott azzal, aki meg tudja bocsátani a bűnöket. Ezért fontos átélni az újjászületést, mert az ember átéli a bűnbocsánat örömét. Tudjátok, miért kell, mit mond a Biblia, hogy milyen van a bűnbocsánatnak? Öröme van a bűnbocsánatnak. Miért kell? Figyeljetek, a hála, az igazi hála Isten felé valahol innen ered. Ha lehet mondani, hogy a Dunának az eredése a Fekete erdőben van, valahol ott Németországban, akkor a hálának az eredője az az újjászületés, a bűnbocsánatból felfakadó örömből van. Miért? Mert ott éli át az ember. Tudjátok, az, amikor elengedték, amikor azt mondják, hogy el van engedve. Figyeljetek, ezt valóságosan át lehet élni. Hát mekkora dolog lenne, nem? Ha ott van a nyakadon a hitel, és jönne a banktól egy levél, amikor azt mondja, hogy kedves László, István, Rebeka, Réka, Katalin, akárki vagy, örömmel értesítjük, hogy a bank vezetősége úgy döntött, hogy elengedjük a 13 millió forintos hitelét. Hát el se hinnéd. Pszichológushoz mennél először, hogy jó vagy-e, hogy ez lehetséges-e. Mert egyszerűen óriási dolog az elengedés. Tudjátok, mindenki csak, és természetesen, ha van adósságod, akkor fizesd vissza, mert ez a legbiztosabb módja. De azért ne felejtsétek el, vannak az Istennek csodái is, amikor van elengedés. Ez nem fogja a bankokat minden bizonnyal jellemezni, tehát elkerüli őket ez a gyümölcs, de az életben, ha átéli az ember a bűnbocsánat, az elengedésnek az örömét, mi azért nem tudunk megbocsátani, ezt maga Jézus mondja, vagy azért tudunk marha nehezen megbocsátani, mert ha nem éltük át, hogy milyen volt az, amikor nekünk megbocsátottak. Ha átéled, hogy milyen az, amikor neked megbocsátottak, így tudsz megbocsátani. A legnagyobb fajankónak is így tudsz megbocsátani. Nem okoz ez kihívást. Miért? Hát azért, mert átélte az ember. Ezért az újjászületésnek múlt héten a két fontos ismertetőjegyét néztük meg. Az egyik a lelkület, ez egy nagyon fontos. Jézus ezt leszögezi, az ige is leszögezi számtalan helyen, hogy ugyanaz az indulat, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban van. Szerintetek miért küldte el a Szent Szellemet? Most azért mondom, mert a vájfülűek a Szent Lélek szótól attól fölvágják az ereiket, ne zavarjon ez téged. Tehát miért küldte el a Szent Lelkét, a Szent Szellemét? Azért, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennünk. Miért? Mert Jézus Krisztusban ez a Szent Lélek volt benne. Azt mondja, hogy elküldöm, figyeljetek, ott nem az Atya, azt mondja, hogy én fogom elküldeni, kit? A Szent Szellemet. Aki bennem volt, azt el fogom küldeni. Honnan ismerték föl az emberek, hogy megérkezett a Szentlélek, és ugyanaz az indulat van benne? Elmondom. Kéfás, azaz Péter már nem rázta a kezét, hanem kiállt az emberek elé, és teljes bátorsággal kiről beszélt? Jézus Krisztusról. Mit vettek észre a farizeusok?
A túróba valamit elrontottunk. Hát ezek ugyanazok, mint akit megöltünk. Hát ezek többen lettek, mint amennyien voltak. És mi volt az első, amit megtiltottak nekik? Hogy Jézusról, Jézus nevében egyáltalán ne beszéljenek. És ezért nagyon fontos a lelkület, és nagyon fontosak a gyümölcsök. Tudjátok, nem véletlenül a Szentléleknek két látható és tapasztalható megnyilvánulása van. A Biblia erről határozottan beszél, az egyik a Szentléleknek az ajándékai, Korintus levélben el tudod ezt olvasni, a Galata levélben pedig el tudjuk olvasni a Szentléleknek a gyümölcseit. Mondod, hogy ezt hogy lehet az, hogy ezt nem tudod levezetni a folyamatot, hogy terem meg az ember egy gyümölcsöt. Erre hadd mondjak egy példát, azt mindnyájan meg tudjuk állapítani, hogy világít a lámpa, ugye? Vagy van, aki esetleg másképp látja a szóljon, imádkozunk érte, de nagyon úgy néz ki, hogy nincs semmi kiégve, világít a lámpa. Nem látod, hogy ez a lámpa nem azért világít, mert valami csodát tettünk, hanem azért világít, mert ti nem látjátok, én még emlékszem rá, meg akik itt voltak, amikor átépítettük, irdatlan mennyiségű vezeték megy a mennyezetbe. De rengeteg, ilyen nagy csöveken mennek a vezetékek, mindenhova eljutnak. Ha itt most elmenne az áram, akkor bizony, én tovább is hallanátok a hangomat, mert egy másik vezetéken hoztuk azt, hogy a technika nem menjen el. Aztán, ha minden elmegy, akkor azok az öt kis figura, aki ott rohan neki fejjel a nyílnak, az még mindig világítana, hogy te kitaláljál azon az ajtón. Mondjuk még meg kéne találnunk a kulcsot, mert azt nem raktuk bele, de hát nagy erővel azért ki tudnál menni, ez biztos. Miért van ez? Mert vezetékek jut azt a csodát, hogy te látod és világos van, azt vezetékek juttatják oda, de te csak mit látsz belőle? Azt, hogy világít a lámpa. Azt, hogy világít a lámpa. És ugyanígy működik, hogy a gyümölcsök megjelennek, igazándiból nem kell elemezni, mert nem is tudod elemezni, hogy tudja egy ember szeretni az ellenségét. Hát jó elemzést hozzá. Nem tudod elemezni. És hogy lesz az ember jóságos egy másik emberrel? Ezt nem tudod elképzelni. És ezért nagyon fontos, hogy a gyümölcsök, a Szentléleknek a gyümölcsei láthatóak, és még egy nagyon fontos dolog, hogy tapasztalhatóak is. Az ajándék és a gyümölcsök, melyek a Szentlélektől is vannak, ugye azért adattak, ez is fontos dolog, mert figyeljetek, ezt nagyon kiforgatták, a gyümölcsök is és az ajándék is azért adatot, hogy a testnek a hasznára adatot. Tehát minden, ami Istentől származik, amikor én jóságos vagyok, az nem azért van, hogy belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy kacsintok egyet magamra, és azt mondom, hogy Zoli, te nagyon jóságos vagy. Hanem az azért adatik a gyümölcs, hogy te tanulj ebből, hogy te felbátorodj ezen. Az ajándék, amikor mondjuk a gyógyító erők ajándéka adatik, mondjuk nekem, úgy legyen, akkor az nem azért adatik, hogy vegyek 5 nyaralót, meg 10 házat, hanem az azért adatik, hogy a test egészséges legyen. Tehát onnan ismered fel, hogy Istentől való ajándék és Istentől való gyümölcs működik, hogy nem a saját hasznára használja az ember, hanem a másik ember számára használja. Jézus azt mondja, hogy kiüresítette magát, az emberekkel olyan-olyan lett, mint az ember, és az Istentől való ajándék, ami benne volt, azt mire használta? Hát figyeljetek, nem a saját boldogulására. Lehet mondani, hogy a Jézus nem felelt meg a jóléti evangélium elvárásainak, egy nyamvat kétszobás, 72 négyzetméteres lakást nem tudott összegründolni a földi pályafutás alatt. Egy normális vállalkozás nem tudott összegründolni a földi pályafutása alatt. Nem tudta ezeket összegründolni, de miért nem tudta? Hát mert nem ez volt a jövetelének a célja, hanem mit csinált? Adni és adni és adni akart magából. Ezért az ajándék és a gyümölcsök azok a Szentlélektől adattak, és nagyon hasznosak. Figyeljetek, Pál apostol mit mond? Azt mondja, hogy haszonra adattak a test építése céljából. Ezt csak azért mondom el, mert rengeteg ajándék van ma a világon, rengeteg mindenki névjegykártyákon olvasott, hogy apostol, proféta, vadakat terelő juhász, gyógyító evangélista, óriási névjegykártyák születnek, tehát le a kalappal, de nem ettől ajándék az ajándék, hanem attól, hogy a testnek adatik ez az ajándék, és ezért tulajdonképpen ezek az emberek, akik ajándékot kapnak Istentől, ezek valahol úgy vannak vele, mint Pál, hogy az életük végén el tudják mondani azt, hogy rengetegszer megdobáltak, rengetegszer meghaltam, rengetegszer, de az Úré maradtam, és minden, amit mit mond Jézus a főpap imájában, Uram, én azt szerettem volna, hogy én ismerlek téged, az én felebarátaim is ugyanúgy ismerjenek téged. Tehát nem tartotta titokba, hogy milyen az atya. Ezért, drága barátaim, az újjászületés az egy Jézusra jellemző és egy Jézusra mutató tulajdonságot hoz bennünk létre. Ezt múlt héten említettem, hogy a régi keresztényeket nem keresztényeknek hívták. Most ma múltkor hivatkoztam rá, láttam egy Pál apostol filmet, és ott úgy kiabáltak egymásnak, hogy ő is krisztusi.
Tehát miért volt az, hogy Krisztusi? Azért, mert nagyon egyszerű volt, ha fel lehetett benne ismerni Krisztust, akkor Krisztusi volt. Ha nem lehetett benne felismerni Krisztust, akkor milyen volt? Valamelyik vallásnak volt a tagja. Azt is fel lehet ismerni, a farizeus felismerte a farizeust, a szaduceus felismerte, mindegyik felismeri saját magát. Ma is felismered, ma már a vallásokat a köszönésből fel lehet ismerni. Köszönésből. Van, aki azt mondja, hogy békesség, van, aki csak odaveti, hogy áldás. Én ahonnan jövök, ott áldjon meg az Úr volt a tiszteletteljes köszönés. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Utaztunk egyszer egy repülőn egy katolikus csoporttal, és a karizmatikus testvéreim teljesen meg voltak róla győződve, hogy lezuhanunk a repülővel, már hát azért ennyi bálványimádó fönn van, aztán közben a kiderült ugye egy pár év múlva, hogy lehet, hogy mi is körülbelül ugyanakkor a bálványimádók voltunk, hanem nagyobbak, és ugye ráköszöntem a papra, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. A pap azonnal visszaszólt, mindörökké állna ment testvéreim. Ő megörült nekünk. Olyatok, milyen megrázó volt, hogy jobban örült nekünk. Fel se fogta, hogy ő nem úgy gondolkodott rólunk, hogy itt vannak a karizmatikusok, most biztos ezek agyon imádkozzák az egészet, feszes lesz az út, hanem egyszer jó szívvel azt mondta, hogy mindörökké állment testvérem. Szóval fel lehet ismerni a köszönéséből, fel lehet ismerni a nézésükből a keresztényeket. A járásukból sok esetben, a hozzáállásukból, stb. Fel lehet ezekből ismerni. Miért? Mert felvettünk ilyen stigmákat, ilyen jegyeket, bárcsak a két legfontosabb jelenne meg, ami a testet építi, az ajándék és a gyümölcsök Isten kegyelméből. Ezért ugye a gyümölcs az egy jézusi tulajdonság volt, az ajándék pedig azért van, hogy tudjak Jézusnak szolgálni. Drága testvéreim, én hadd mondjak egy meredeket, jó? És ezt majd mindenki bocsássa meg nekem, ha jó, tartsátok meg, ha nem jó, akkor dobjátok el. Én azt gondolom, hogy azt mondja, hogy a gyümölcs az egy jézusi tulajdonság, az ajándékot pedig azért adja, hogy tudjunk Jézussal, Jézusnak szolgálni. Tehát képessé tesz bennünket. Amikor bevittek egy szolgálót a király elé, mondjuk Esztert bevitték, akkor mit kellett Eszternek? Csak simán egy gyűrűt kellett venni és elvette feleségül? Nem, hanem Eszternek meg kellett tanulni mit? A királyi protokollt. Tehát nem úgy volt, hogy berohant Eszter, ilyen fölcsapott szoknyába, és azt mondja, csá király, megjöttem. Szóval ezzel borítékolta volna a halálos ítéletét, hanem megvolt, hogy hogyan, mikor, arra is kellett figyelni, hogy a királynak bevegye már a kavintont, tehát hogy kavinton bevétel után menjen, ne előtte. Tehát mindenre oda kellett figyelni, és el kellett találni a királynak a jó indulatát. Tehát ez mit jelent, hogy fel lett arra készítve? Testvére, én meg vagyok róla győződve, hogy mi az ajándékokra úgy nézünk, hogy az bizonyos embereknek megadatott, és ezek a bizonyos emberek ezt azért csináltak, akkor fölénk kerekedtek ezzel, hogy ajándékuk lett. Azt mondja a Biblia, hogy aki ajándékot kíván, az egy jó dolgot kívánt, tehát nem egy rossz dolog az ajándék. A véleményem szerint az ajándék nélkül életveszélyes szolgálni. Ma azért veszélyes az egyház, mert számtalan ember próbál rutinból, megszokásból, például ez egy óriási veszélyes dolog, hogy én most mondjuk ma itt igét hirdetek, és holnap arra akarok rávenni benneteket, hogy a fiamat is hallgassátok, mert biztos, ha én igét tudok hirdetni, akkor a fiam is tud igét hirdetni. Testvéreim, ez egyáltalán nem így van. Miért mondom ezt? Azért, mert az ajándék az a test hasznára adatik, ezért tulajdonképpen azt is vissza lehet fordítani, hogy ajándék nélkül nem érdemes szolgálni. Tudjátok, nagyon sokszor azért mennek csődbe felekezetek, mert egyszerűen nem az ajándék működik, hanem emberi ambíció, emberi akarat, emberi vágy, emberi érzések. És ez nagy különbség, mert az ajándék, és aki az ajándékot kapja, ezért volt egyszer egy apostol, aki odaadta a névjegykártyát, és azt mondta az apostol, hogy szólt hozzá az Úr, hogy mi együtt fogjuk szolgálni az Istent. És fogtam a névjegykártyát, és mondtam neki, hogy én hozzám meg most nem szólt senki, de már most tudom, hogy mivel te egy ilyen névjegykártyát adtál nekem, mi minden bizonyan nem fogjuk az Istent együtt szolgálni. Miért? Mert nem attól ajándék valaki, hogy kinevezi magát, hanem attól ajándék, hogy építi vele a testet. Csak szeretném elmondani, hogy a ma, akik ez megint durva lesz, de hát ezt most már megszoktátok, ha ide jöttök, akkor ezt vállaljátok fel, vagy bírjátok ki, akkor inkább így mondom. Ma, akik ajándéknak mondják magukat, csak elmondom nektek, szinte a legnagyobb rombolást végzik a testben. Mert nem az az ajándék, amit én mondok magamról, hanem az, hogyha én tudom azzal építeni a testet, és ez között óriási, de óriási különbség van. Ezért az ajándék haszonra adatik, nem a saját hasznomra. Nagyon sokan meghallották ezt az igéből, hogy haszonra adatik. De nem a saját hasznomra adatik az ajándék, hanem miért? A Krisztus teste számára adatik az ajándék. És valahol ott hagytuk abba a múlt héten, hogy a gyümölcsöt azt nem lehet előállítani, nem lehet létrehozni, hanem a gyümölcsnek van egy érési ideje, és a gyümölcs az terem.
az terem. Lehet, hogy kicsit savanyú, lehet, hogy kicsit sárga, de te teremted meg. Maximum ne narancsnak hívd, hanem citromnak. Ennyi a különbség. De az a tiéd, azt te teremted meg. Tehát az egészen más érzés, hogy a gyümölcs terem. És ezért ugye a gyümölcsöket nem lehet tanítani, a gyümölcsöket nem lehet neveléssel elérni. Ezért hiába akarod keresztény szülőként, azt mondja, hogy előveszed a Galata 5:22-t, leütetted sorba a gyerekeidet, te szíves leszel, te jó leszel, te ez leszel, nem tudod megtanítani, mert a gyümölcs nem tanítható. A gyümölcs egy módon, ezért a gyümölcsöt te hiába akarod tanítani, mikor tanulja meg, mikor kapja fel a gyerekre a figyelmét, ha látja benned működni. És ezért ez egy óriási különbség, hogy nem lehet tanulni, nem lehet neveléssel elsajátítani. Hát testvére, én most ezt szülők, akik tudják ezt, akiknek nem inge, ne vegye magára, de akik tudják, hogy mindent megtettél, hogy a gyerekedet hívő szemléletben neveld, és lehet, hogy a gyereked most ma a világban van. Pedig nem rajtad múlott, mert te mindent megtettél, hogy ez így legyen. Mindent megtettél, vitted, hurcibáltad, ha kellett, ha nem. Mindent megtettél. Beirattad keresztény iskolába, keresztény óvodába, keresztény bölcsödébe, keresztény apát választottál neki, nehogy valami csontpogányottan kavarjon, keverjen. Mindenki keresztény volt. Nagyszül, mindenki keresztény volt. Mégis a gyerek a világban van. Miért? Mert nem tettél meg mindent. Azért, mert nem tanítható ez. Nem lehet megtanítani. Példát lehet mutatni, de tanítani nem lehet, nem lehet neveléssel elsajátítani. Ezért én megmondom őszintén, nem értek egyet a keresztény neveléssel, azaz a kötelező hittanoktatással. Miért nem értek egyet? Mert ez kidobott idő és kidobott pénz. Miért? Hát azért, mert ettől nem lesz keresztény az ország, hanem az újjászületés által válik Krisztusivá egy ember. Ezért, drága barátaim, a gyümölcsökre még egyre felhívom a figyelmeteket, ami nagyon nagy tévedés, a gyümölcs nem emberi tulajdonság. A szeretet nem egy emberi tulajdonság. Hát az ember szeretetben leledzett, ezt mondja az ige. Szeretetben fogant engem az anyám. Hát van, amelyikünket még szó szerint nem szeretetben fogadták, hanem ilyen, hogy mondják, ilyen találgyerekek vagyunk. Hogy még a szülő el is mondja, amikor megnősz, hogy hát téged nem akartunk. Most direkt nem akarom mondani, hogy milyen formában születhetsz meg, de egyszerűen, hogy nem akartunk, téged nem szeretünk, téged nem vártunk, de már nem kellettél. Figyeljetek, ezért nem lehet, a szeretet nem egy emberi tulajdonság, a jóság az egy emberi tulajdonság, hát tele vannak a mesék tündérekkel, hát nem embereket nézünk a mesékbe, hanem tündérek a jók, olyan nincs benne, hogy jó egy ember, még a magyar népmesékben sincs benne. És ezért ugye ezek nem emberi tulajdonságok, hanem krisztusi tulajdonságok a Galata levélben levő gyümölcsök, ezért ugye ezeket csak újjászületés által lehet elsajátítani. Ezért, testvéreim, van még egy rossz hírem, hogy gyümölcsöt teremni csak az új ember tud. Sajnos. Nem lehet ez, csak úgy beugrunk, és akkor termünk egy-két gyümölcsöt, aztán vége van. Ezért, drága barátaim, azt szeretném a veletek megnézni, és ez egy fontos dolog, azt szeretném megnézni, hogy a lelkületről szeretnék még tovább menni, de a gyümölcstelenség miért van a rossz lelkület, miért van az újjászületés nélküliség. Testvéreim, majd meglátjátok erre ezen a napon már nem lesz időm, de majd az elkövetkező hetekben szeretnék egy sorozatot indítani a bálványimádásról, mert a bálványimádásnak az első számú helyen van abban, hogy az emberek nem tudnak újjászületni, nem tudnak a lelkületükben megváltozni, nem tudnak új teremtések lenni. Nem véletlenül az Isten, ha megnézitek az első parancsolatait az Istennek, mivel kezdi az Isten? Ne lopj! Ne paráznák, hogy ezzel kezdi? Nem, hanem azt mondja, hogy ne legyen neked én előttem senki. Mert abban a pillanatban, hogy én elém bejön valaki, abban a pillanatban nem tudsz velem egy valóságos élő közösséget kialakítani. Ne felejtsétek el, sokat beszélünk Babilonról, a végidők nagy egyházi masszájáról. Babilonnak mi lesz a fő mozgatórugója? A bálványimádás lesz a mozgatórugója. Semmi más nem lesz, csak a bálványimádás lesz a mozgatórugója. Ma ezért engedjétek meg, hogy egy olyan történetről szóljak, a Jónásnak a történetéről, amiben én ma azt szeretném nektek megmutatni, hogy milyen az, amikor az embert látható szinten érik sikerek, látható szinten egy sikeres proféta, látható szinten egy ország tiszteli és szereti, látható szinten fantasztikus eredményeket ér el, mégis amikor az Isten rábíz egy feladatot,
És ezt azért hívom fel csak a figyelmeteket erre, és azért szeretnék erről beszélni, mert ma annyira ledegradálódott az egyházban az, hogy az emberek azt hiszik, hogy csak a melletted ülőnek van feladata. És azt hiszik ma a keresztények, hogy az én küldetésem annyi, hogy elmenjek valahová, tudjátok éppen ez a fajta istentiszteleti módszer, amit mi csinálunk, ez azért tudja a reneszánszát élni még 2000 év után is, mert tulajdonképpen itt annyi a tehendő, hogy eljön az ember, meghallgat valamit, és utána kipipálja ezt a fajta érzületet, hogy akkor megvolt az Istennel való közösség. És tudjátok, ebben az a veszély, hogy az Isten azért szül bennünket újjá, mert az újjászületés után az Isten közli velünk a küldetésünket. Pál apostollal mikor közölte a küldetését? Nem az újjászületése előtt közölte a küldetését, hanem az újjászületése után közli vele a küldetését. Miért kell az újjászületés után közölni a küldetést? Mert még az újjászületés után is meginogunk benne, de az újjászületés előtt, testvéreim, teljesen biztos, hogy lebecsüljük, vagy figyelmen kívül hagyjuk a küldetésünket. És minden embernek, aki erre a földre születik, az isteni küldetéssel születik a földre, hisz hát ugye a test úgy épül fel, hogy van a kisköröm, van a nagylábúj, van a fül, van minden, mindennek szerepe van. Meséltem már nektek sokszor, egyszer az egyik ismerősömnek egy olyan baleset érte, hogy két oldalról beszorult valahová, és a két kis ujját le kellett vágni a lábáról. És majdnem 3 hétig nem állt föl, hanem feküdt az ágyba, és amikor föl akart állni, egyszerűen úgy volt vele, hogy hát azt mondja, hogy 10-ből 2, ha jól számolok 8, simán fogok állni a lábamon, simán, mert hát mindegy, tehát a kicsinél csak nagyobb ujjak vannak, és ráadásul megmaradt a lábam, és biztos, hogy én mindent fogok tudni csinálni. Innentől kezdve 3 hétig tanították járni, mert ugye kiderül, hogy a kis ujjnak az egyensúlyban elengedhetetlen szerepe van. Tehát nem akármilyen szerepe van, te bajlódsz vele, mert kacskán áll, begyűrődik a másik alá, ezt is tudod, hogy a legnehezebb róla levágni a körmöt, ha van rajta egyáltalán, tehát az, amik nagyon mélyre kell hajolni, mert a nagy ujj még megvan, de a kicsi kacskánál, plusz még hajolnod is, borzalmas, borzalmas. Általában akkor szoktuk segítségül hívni a házastársunk nevét, hogy gyere, eljutottam a kis ujjamig, segíts meg, mert itt elakadtam. Szóval azért egy óriási szerepe van, és ezért, drága testvéreim, csak azért hívom fel a figyelmeteket, mert az Isten mindenkinek adott küldetést. És sokan azt mondják, hogy nekem nincs, nekem csak az a küldetésem, hogy hallgassak és figyeljek. Jött hozzánk egyszer a vállalkozásba egy ilyen, látszott rajta, hogy ilyen dolgozni nem akaró, erős 25 éves fiatalember, és mondta, hogy vegyük föl. És kezdtük, hogy mit szeretnél dolgozni. Azt mondta, hogy ő szeretne lenni a figyelő. És ugye így gondolkodtunk rajta, hogy milyen ez az új állás, ez a figyelő. Az úgy egyből levágtam, hogy őt nem akar dolgozni, csak úgy mondom, próbált. Hát, hogy ő megy és figyel. De hát mit figyelsz? Hát ő mindent figyel, és ő annyira figyel, hogy itt minden rendben lesz, mert ő a figyelő. És ugye elképzeltem magammal, hogy munkaszerződés, beosztása, figyelő. Tehát, hogy meg mit adsz ezért, hogy figyel? Szóval nagyon sok ma a kereszténység ebből áll, hogy és ezért, tudjátok, ezért van az, hogy rengeteg az ilyen névjegykártyás apostol, meg névjegykártyás evangélista. Miért? Mert az evangélista és apostol ajándékkal rendelkező drága testvér mit csinál? Átment figyelőbe. És ha nem ezzel rendelkező, az pedig mit csinál? Az pedig azt mondja, hogy hát ő is figyel, és látja, hogy üres a piac. Azt mondja, hogy hát ha nincs proféta, majd akkor profétálunk. És tudjátok, mit csinálnak ezzel, akik nem az Úrtól csinálják ezt? Azt az igazi ajándékot tönkreteszik. Majd meglátjátok, mikor eljön majd, Keresztelő János egy proféta volt. Egy Isten által küldött proféta volt. És azért sokan megkeresztelkedtek, ez teljesen biztos, de azért nem lehet mondani, hogy megrázta az egész térséget a szolgálata. Miért? Mert annyi hamis dolog történt előtte, hogy amikor eljött egy igaz proféta, figyeljetek, az igaz profétáknak a nagy része bevonult a pszichiátriára, mindegyik depressziósá vált. Illés. Mit mondott Illés Istennek? Uram, meg szeretnék halni. A mai csókánk, akit megnézzünk, a Jónás, mit mondott Istennek? Uram, vedd el az én életemet, meg akarok halni. Ma te nézel rám, de figyeljetek, ma ha meghalljuk, hogy öngyilkos szeretnék lenni, akkor ugye nekünk erre megvan a receptünk. Ezek az emberek, ezek tulajdonképpen ezt mondták. Csak becsomagolták, hogy uram, most mégse a szomszéd Jóska vágja el a nyakamat, te vedd el az életemet. Miért volt ez? Hát azért, mert nem tudták feldolgozni az eseményeket. És ezért Jónásnak a történetét szeretném veletek megnézni, és gyorsan átszaladni rajta, mert a Jónás történetében pontosan ezt lehet megnézni, hogy minden embernek van küldetése, van egy rossz hírem.
lehet, hogy a küldetésed nem az, amit te gondolsz. Jónás mit gondolt? Figyeljetek, Jónás, mielőtt felolvasom az igét, hadd mondjak egy előtörténetet. Jónás valamikor ott az asszír fogság előtt él, jóval, egy olyan időszakban él, itt az Izrael történeténél megnéztük, egy második Jeroboám nevezetű király uralkodik, és ez a Jeroboám, körülbelül úgy képzeljétek el, hogy majdnem olyan jólét volt Izraelben, mint Salamon idején. Piszok jól éltek. Tehát nagyon ment minden megvolt, nagyon-nagyon jól éltek. Csak szeretném elmondani, hogy a jóléti társadalmak után, ha megnézitek a bibliai történelmet, mindig ítélet jött. Csak annyit hadd mondjak el zárójelbe, hogy te most egy jóléti társadalomban élsz. Tehát úgy nagyjából borítékod, hogy mi a következő lépés. Nem azért, mert Isten így akarja, meg Istennek elgurul a gyógyszere, azért, mert a jóléti társadalomban senki nem akarja felismerni az Isten hangját, senkit nem érdekel az Isten, senkit, az Istennek egy a feladata, hogy egy varázslóként tegye meg azt, amit mi akarunk, és amit mi szombatonként, vagy vasárnaponként esetleg eldöntünk. És az volt, hogy ez a Jónás ebben a társadalomban él, és figyeljetek, a kettő királyok könyvének a 14. vagy egy királyok, mindegy, valahol megtaláljátok a királyok könyvében, mert Jónás a Jónás könyvén kívül még egy helyen jelentkezik a Bibliába. Jézus megemlíti, hogy nem adatik az utolsó idők emberének semmilyen más jel, csak a Jónás jele. Ezt a Lukács megerősíti, és a királyok könyvében olvasol még a Jónásról. Miért? Mert Jónás megprofétálja azt, hogy jólét lesz Izraelben. Hát figyeljetek, ezért híresek ma a jóléti evangélista proféták. Mit mond a jóléti evangélista proféta? Tök mindegy, hogy te milyen tüte vagy, gazdag leszel. Csak töltsd be azokat a szabályokat, amiket ő elmond. Ezért a jóléti evangélista mindig híres volt, a jóléti evangélista mindig, ezért Jónásnak iszonyú jó dolga volt Izraelben, volt egy jó társadalom, egy gazdag társadalom, jól élt, énekelte a jeruzsálemi dicséreteket, fölment a templomba, mindenki megcsókolta a nagylábúját, mert ő volt a Jónás, a proféta, boldog volt Jónás. Hát boldog volt Jónás. Egy olyan közegben mozgott, aki olyan belterjes volt, mint ő, úgy gondolkodott, mint ő, boldog volt. És ebben a nagy boldogságban, mert a Jónás könyve az egyedüli könyv, ami úgy kezdődik, hogy Isten szavával kezdődik, mondja az Úr, és Isten szavával fejeződik be. És ha a Jónás könyve csak a harmadik részig tartana, akkor a Jónás könyve az egy boldogság könyv lenne, az egy happy end lenne. Jónás, fú, fantasztikus, megtér, Ninive, stb. De az a baj, hogy nem ér véget a harmadik résszel a Jónás könyve. Bejön az a fránya negyedik. És mi derül ki a negyedik részben? Hogy ki a Jónás. A negyedik rész nem szól másról, csak arról, hogy ki a Jónás. Ha csak a negyedik részt olvasod el a Bibliából, a Jónás könyvéből, akkor te hiába adnak neked névjegykártyát, nem teszel arra tétet, hogy ez valaha is proféta volt. Hát ez egy zsörtölődő, egy ideges, egy depressziós, egy lemondó, egy Isten akarata ellenes, és csak rosszat tudok elmondani róla, semmi jót nem tudok elmondani róla. És ezért ez a Jónás majd csak elején, ugye a kettő királyok 14-25-ben van ez az ige, pocs közben ideírtam, tehát egyszerűen bekövetkezett egy olyan jólét, és figyeljetek, Ámos proféta, ugye ott van Jónás mellett, könyérkén Ámos. Ámosnak mi volt a küldetése? Nem az, hogy Ámos volt, hanem az volt a küldetése, hogy ő felhívta, bekiabálta a jóléti társadalomba, és azt mondta, hogy emberek, ennek, ahogy most éltek, Jónásostól, mindenestől meg lesz a bőtje. És Ámos proféta, ha akarjátok megnézni a jóléti társadalom bukásának az okait, akkor javaslom, hogy Jónás proféta, Ámos profétának a könyvét olvassátok el. Úgyhogy én most nem akarom felolvasni az összes részt, csak a Jónás könyvének a harmadik részébe kapcsolódjunk bele, és a harmadik részének is a végébe, a 10. verstől szeretném felolvasni Isten igéjét. Jónás 3:10-től, és aztán átmegyünk a 4. részbe. Amikor Isten látta, amit tettek, hogy megtértek gonosz útjukról, itt ugye a niniveiekről van szó, megbánta a rosszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Ez azonban nagyon nem tetszett Jónásnak, és megharagudott. Megvan nektek ez a csávó, mindjárt így indít, azt mondja, Isten eldöntött valamit, őneki pedig ez nagyon nem tetszett. A megharagudott szó, akinek van ilyen biblia elemző programja, az azt jelenti, hogy tűzben égett a haragtól. Tehát nem úgy haragudott meg, hogy hanem tudjátok milyen, egészen más az a harag, ami másnapra elmúlik, és egészen más az a harag, mondjuk a szomszéd már 20 éve perel veled. Tehát ugye a szeme, mikor meglát, tűzben ég. Erre a haragra azt mondja, hogy ilyen tűzben izzó harag volt benne, ilyen nagyon mély, milyen ez a harag? Gyilkos indulatok voltak ebbe a haragba. Így imádkozott Jónás az Úrhoz.
Különleges ima volt ez, majd meglátjátok. Ó, Uram, hát nem azt mondtam, amikor még otthon voltam, azért siettem, hogy Tarziszba fussak, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, késedelmes a halagra, és nagy a kegyelmed, és a gonoszt is megbánod. Most azért, Uram, kérlek, vedd el az én életemet, mert jobb nekem meghalnom, mint élnem. Az Úr pedig ezt mondta, vajon jogosan haragszol-e, Jónás? Azután kiment Jónás a városból, és a várostól keletre leült. Csinált magának ott egy kunyhót, itt felhívom a figyelmeteket, hogy a kunyhó alatt az a szó szerepel, a szukkót szó szerepel, a sátorok ünnepén a zsidók ilyen kis tákolmányokat, szóval most ne ilyen hétvégi házakat képzeljetek, amit a magyarok csináltak a telken, hanem ilyen sátorok vannak, amiben kint töltötték az éjszakát a sátorok ünnepére. Szóval csinált magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi lesz a várossal, Ninivével. Az Úristen pedig úgy rendelte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, hogy árnyékot tartson a feje fölé, és megoltalmazza őt a hőség ártalmától, Jónás pedig nagyon örült a bokornak. De másnap hajnalban az Isten egy férget rendelt, és megszúrta a bokrot, úgyhogy elszáradt. Amikor a nap erősen sütött, tikkasztó keleti szelet rendelt Isten, és a nap rátűzött Jónás fejére, mire ő elbágyadt. A halálát kívánta, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor az Isten azt kérdezte Jónástól, vajon méltán haragszol-e a ricinus bokor miatt? Ő azt mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig azt mondta, te szánod a bokrot, amelyért nem te fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnövekedett, és egy másik éjjel elpusztult, és én ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-szer 10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. És sok ott a jószág is. Itt csak az utolsó igére hadd hívjam fel a figyelmeteket, ez ugye ez a 12-szer 10 000 ember van, ugye ez 120 000 ember. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez volt a város lakosságának a száma. De ma, ahogy olvasottam, rájöttem, hogy illetve úgy érzem, hogy az Isten megmutatta, hogy ez nem, figyeljetek, mert utána tesz egy jelzőt, azt mondja, hogy 12-szer 10 000 olyan ember volt, aki nem tudta a jobb keze, hogy mit csinál a bal keze. Most, ha csak 120 000 ember volt a városban, akkor azt lehet mondani, hogy 120 000 fogyatékos volt ebbe a városba, akik nem tudták. Nem, nagyon érdekes, hogy ezt a szófordulatot a régi ókori nyelvezet a gyerekekre értette, hogy olyan kiskorú gyerekek voltak, akik még nem rendelkeztek önálló gondolkodásmóddal. Tehát a gyereknek nem adod a kezébe a gyufát, hogy menjél le és gyújts be a kazánba. Például én a 6 éves fiamnak, ismerve a habitusát, hát a kazánt sem mutatom meg neki, mert ugye más elképzelései vannak, ha ilyen közelbe jutna, mint amit én akarok neki adni, vagy mondani. És ezért ugye utána néztem a történelmi forrásoknak, ez egy 5-600 000-es város volt, körülbelül úgy jó is, jónak is tűnik ez a 120 000 gyerek, mert akkor azért nagyobb családok voltak. Figyeljetek, megnéztem, ennek a városnak 15 kilométer volt a városfala, és 1400 bástya volt a városfalon, tehát 1400 bástya. Ez mai méretekkel nézve sem piskóta volt, tehát ez szerény számítások szerint egy 5-600 000-es város volt, tehát egy irdatlan nagy város volt. Hát ugye az a Nimród rakta le Ninivének az alapjait, aki ugye egy nagy vadász volt, ugye a Nimródnak mi volt az elképzelése, mi volt a baj Nimroddal? Hát az volt az elképzelése, hogy ő volt az első emberi nagy vezető, ő mit szeretett volna, összeálljanak az emberek, mint a túrós tészta. Isten mit szeretett volna, hogy ne álljanak össze, mint a túrós tészta, hanem tűnés a szélrózsa 4 irányában, csak ne felejtsétek el, figyeljetek, itt bukunk meg sokszor, 2000 éve, és az elhívásodat tudod, mikor látozza a legjobban? Hogy ma is akkor érezzük magunkat biztonságban, ha összeállunk, mint a túrós tészta. De ezt tudod, mi ezzel a baj? Hogy a te elhívásodat, ez korlátozza. Isten azért mondta, hogy menjél, széledj szét, menjetek el. Miért? Mert ha elmész, ott majd működésbe tudsz jönni. Egészen más gondolkodásmód. Figyeljetek, azt mondja Isten, hogy menjünk el és tegyük tanítványokká népeket. Mi mit csinálunk 2000 éve? Ide gyűjtjük az embereket, hogy tanítványok legyenek. Teljesen fordított a sztori. Teljesen fordított. Hogy nekem szemernyi kétségem nincs, csak fel akarlak benneteket jó szívvel kérdezni. Nem azért, mert le akarom rázni ezeket a szombatokat magamra. Én nagyon hálás vagyok ezekért a szombatokért. Csak készüljetek fel, hogy nem biztos, hogy így fog működni az összejövetel a jövőben. Ez lehet, hogy egy pillanat alatt megváltozik, és ma már 2020 óta tudod, hogy a világ egy pillanat alatt meg tud változni. Este lefekszel, még azt hiszed, hogy mehetsz külföldre, mert van két oltásod, és másnap reggel kiderül, hogy nem mehetsz sehová.
Egy pillanat alatt meg tud változni a világ. Még ha a legengedelmesebb állampolgár vagy, akkor is meg tud változni egy pillanat alatt a világ, mert most ilyen a természete. És ezért hívom fel a figyelmeteket erre, csak azért jegyeztem ezt meg, hogy ez egy, úgy képzeljétek el, hogy ez egy piszoknagy város volt, és ugye nem véletlenül az Isten szavával azért mondtam, hogy azzal kezdődik, hogy szól az Úr Jónáshoz, és azzal fejeződik be, hogy újra szól az Úr Jónáshoz. El szoktam nektek mondani, hogy figyeljetek oda a befejezetlen történetekre. Ez a harmadik résznek vége van, akkor ez egy befejezett történet, Ninive megtér, boldogan élnek, amíg meg nem halnak. De ez nem fejeződik be, hanem mi történik? Azt történik, hogy folytatódik a negyedik részre, és tudod, hogy mi történt Jónással? Jónás, azt olvassuk, hogy Jónás dünnyög a tök alatt, illetve az elrohadt tök alatt, ott dünnyög. Amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten keleti szelet támasztott. Ezen a vidéken, ahol Jónás guggolt, ezen a vidéken olyan, a 40 fokok szoktak lenni. Napközben egy kicsit több, 45. És amikor jön a keleti szél, az a baj a keleti széllel, én ezt átéltem párszor, hogy nem hűvöset hoz, hanem meleget. Megvan nektek, mikor itthon Magyarországon, és amikor vihar jön nyáron, akkor jön előtte egy ilyen füllett levegő. Van egy szellő, de füllett a levegő, meleget hoz. Most képzeld, amikor 40 fokra rájön egy 45 fokos meleg szél. Tehát borzalmas, elviselhetetlen a történet. Egyszer, mikor kim voltam Izraelbe, eldöntöttem, hogy egy napig bemegyek a judeai sivatagba, és nem csoporttal voltam akkor, hanem magánúton voltam, és bementem a judeai sivatagba, mondom, megnézem én ezt a Jézust, hogy mit keménykedett ez ott 40 napig a pusztába. Bementem úgy víz nélkül, meg minden nélkül, ugye a holtenger magasságából elindultam, fölmentem egy magas hegyre, és ott ültem, hát figyeljetek, nagyon nagy hülyeséget csináltam, tehát pillanatok alatt kiszáradtam. Azt se tudtam, de életemben ott láttam először angyalokat, de hát az már csak a hallucináció miatt volt, nehogy azt higgyétek, hogy igaziak voltak, tehát mindent láttam. És egyszerűen kibírhatatlan az európai, az itteni európai ember számára az a fajta klíma. És ezért, amikor ez történt, akkor szóval, hogy egy kicsit beleérezzetek Jónásnak az életébe, vagy a sorsába. A történetben ugye a negyedik fejezet is Isten szavával kezdődik, és úgy is fejeződik be, és ezért ugye ez egy befejezetlen történet. A befejezetlen történetekről annyit kell tudni, hogy rád van bízva, hogy fejezed be. A befejezetlen történet mindig tanulság. Te döntöd el, hogy fejezed be. A elrohadt tök alatt, vagy bokor alatt dünnyögve fejezed be, vagy nem dünnyögve fejezed be, de te tudod, betöltöd a küldetésedet, vagy nem töltöd be a küldetésedet. Szeretném elmondani, hogy az ókornak a pálapostola, már ennek a kornak a Pál apostola Jónás volt. Egyetlen egy prófétának nem adatott meg Jónáson kívül, akit Isten pogányokhoz küld. Az Isten törvényével amúgy csak megint vájtfülőeknek mondom, akik ilyen törvényesen mennek előre, hogy maga a törvény tiltotta a zsidóknak, hogy a pogányok közé keveredjenek, mert hamis isteneik voltak. Ráadásul a niniveiekkel az volt a baj, hogy volt egy, most nem akarom itt a neveket mondani, ha akartok, utána olvastok, volt egy női istenük, tehát a Marikánál egy jóval combosabb női istenük volt. De nem ilyen európai, ez egy nagyon combos, igazi megtermett, kemény, nagy tenyerű, nagy szájú, szóval az, aki jön gyógymasszázsra, és Szvetlánának hívják, tehát az a típusú nő volt, és egyszerűen nem engedte az Isten, hogy közéjük keveredjenek, hát a kánaánita népeket el kellett kerülniük, miért? Mert abban a pillanatban hamis istenekkel kerültek kapcsolatba. És mégis mit mond az Isten, kézzel, mikor a Jónás eléri a szolgálatának a csúcspontját? Kész a névjegykártya. Jónás vagyok, a proféta. Kinyomtatja a névjegykártyát. Ott van, osztogatja, mindenki tudja. Ráadásul egy óriási tutit, ez belenyúlt, ráadásul igaz proféta volt, mert azt mondja, hogy fiúk, jólét lesz Izraelbe. A csapból is arany fog folyni, boldogan éltek a jólét alatt, azt is értsétek, hogy a környező ellenségek is megnyugodnak. Szóval Isten akkor úgy elrendezett mindent, mindenki kusba volt, filiszteustól, senki nem mozgott, boldogan éltek. Csak ugye mindig elfelejtették az Istent. Nem véletlenül a megújulási mozgalmak soha nem a jólétben vannak. A megújulási mozgalmak mindig, amikor csavarnak rajtunk kettőt. A gyereked mikor fogad szót? Amikor dicséred? Úgy legyen. Nem, fegyelmezni kell ahhoz sok esetben, hogy szót fogadjon. Ezért bocsássatok meg, ezért támadják nem véletlenül az egyszerű józan paraszti nevelési elveket. Hát Nyugat-Európa ettől megy tönkre, ettől a sok baromságtól, amit kitalál, hogy a gyereknek 2 éves korától önálló individuuma van, majd ő eldönti, hogy mit akar csinálni. Hát eldönti, hát látom, hogy eldönteni. Hát most holnap, ha az én kisfiamon mulana, már most tudja, hogy mit fogok csinálni. Sőt, egy évre előre tudja, hogy mit kéne csinálni.
akinek van ilyen kis gyereke, és az ilyen vehemens, ott neked nagyon résen kell lennél, hogy te azt csinál, amit szeretnél, mert be van osztva minden percet. Éjjel-nappal, mindenhogyan. Amikor már este húzom magamra a takarót, hogy Istenem, köszönöm, hogy elaludt, annyira hálás vagyok ezért a pillanatért, amikor elaltattad, és akkor csak mire kinyitom a szemet, már ott ül a hasamon. Tehát semmi, semmi. Eltervezem, hogy most egy nagyon szép estét eltörtök a feleségemmel, biztos, hogy aznap nem álmos. Tehát teljesen biztos, hogy egyig ő így néz, kész. Tehát másképp működik, és sokszor ilyen gyerekek vagyunk mi is, hogy egyszerűen mindig meg akarjuk mondani az Istennek, akkor érezzük jó magunkat, hogyha megmondjuk az Istennek, ezért az Isten befejezetlenül hagy történeteket. Úgyhogy ez a Jónás megprofétája, nagyon szereti Jónás, valószínű, hogy nem volt jobban Ámossal, mert Ámos az ellenkezőjét mondja, azt mondja, hogy a gyerekek, igaz, amit Jónás mond, de kapjátok össze magatokat, mert ennek meg lesz a böltje. Megnézitek, akkor mindig Isten küldött proféták, akik bejelentette a jót, de utána küldött egy másikat, hogy vigyázzatok. Ráadásul ezek olyan korba érnek, amikor sok volt a jó proféta, hát itt az Illés, az Elizeus időszaka környékén van ez, tehát itt professzionális proféták voltak, és nézzétek meg, hogy mégsem kerültek az emberek Istenhez közelebb. Sokszor azt hiszük, hogy a jó dolgokban küldi az Isten a nagy profétákat. Szeretném elmondani, hogy nem a jó dolgokban küldi, hanem amikor veszély van, akkor küldi Isten, és ugye ezt már jelezte Illés. Hát Illésnek mi volt a kérdése a nép felé? Meddig fogtok kétfelé sántikálni? Eldöntöttétek majd, meddig fogtok kétfelé sántikálni? Tudjátok, mi lett Illés, hogy kapta meg a választ? Időszámításunk előtt 722-ben, amikor az asszírok elvitték a 10 törzset fogságra, és soha többet vissza nem jöttek. Azaz, meddig sántikáltak kétfelé, amíg el nem pusztultak. Ezért ez egy megrázó történet. Na szóval ez a Jónás sikeres proféta, jólétben él, zsemle van, a Lidli nyitva van, folyamatosan, nem csak 9-ig, hanem éjfélig, és éjszaka még bemehetsz, akkor még vehetsz magadnak az önkiszolgáló kasszába, amit akarsz. Tehát egy óriási boldogság volt. Mindenki meg tudta venni a kápai paprikát, meg a paradicsomot télen, nyáron, ott nem volt tél. Szóval minden csodálatos volt, mindenki szerette a másikat, boldogok voltak, és ebbe az Isten a mennyből beleköp ebbe az egész levesbe. Egy nagyot beleköp, és azt mondja, hogy Jónás, irány Ninive. Miért megy Jónás Tarsisba? Ugye ez egy nagy kérdés. Ninivébe a zsidók egy négyzetméterre jutó aránya elérte a nullát. Nem volt zsidó. Nem volt az a közeg. Tarsisba pedig nagyon komoly zsidó kolónia volt. Hát Pál apostol. Szóval nagyon komoly zsidó kolónia volt, az a lényeg. Most nem akarok belemenni, hogy milyen múltja volt Tarsisnak, milyen jövője. És ezért ugye kap Jónás egy küldetést. Vitathatatlanul Istentől kapja, tehát nem a nap süti meg, nem a jólét, nem a zsírszalonna zsírosítja el az agyát, és nem tud gondolkodni. Vitathatatlanul Istentől kap egy küldetést. Azt mondja, hogy menjen Ninivébe. Menjen Ninivébe. Mit csinál Jónás? Megszokta, hogy a jó mennek a dolgok az Isten, és azt mondja, hogy elmegyek én Tarsisba. Az Isten úgyis rájön, hogy majd a fejéhez kap, mikor felszállok a hajóra, és azt mondja, hogy bocs, Jónás, hogy jutott eszembe nekem Ninive? Hát persze, hogy Tarsisba akartalak küldeni. Szeretném elmondani, hogy aki nem akarja elvégezni a küldetését, nincs rossz kedvem, csak fel akarom hívni a figyelmeteket erre. De nehogy azt higgyétek, teljesen jó kedvem van. Meg hát nektek is legyen az. Ez csak tanács. Az ön és közveszélyessé válik. Miért mondom, hogy ön és közveszélyessé válik? Jónás felszáll a tarsisi hajóra. Egyrészt saját magát veszélyeztette, de az még hagyján, hogy saját magát veszélyeztette, az egész hajó legénységét veszélyeztette. Miért? Hát rossz irányba tartott. Testvéreim, a küldetés azért lényeges, van, aki lebecsüli a küldetését. Ezt ma számtalan szól. Azért van ennyi névjegykártya osztogató, mert mindenki az öt szolgálati ajándékot. Ne felejtsétek el, hogy a Biblia beszél az öt szolgálati ajándékról, az apostolról, pásztorról, profétáról, evangelistáról, tanítóról. Ma mindenki ez az öt szolgálati ajándék akar lenni. De ne felejtsétek el, hogy az Isten ajándékaiban azért ilyenek is vannak benne, hogy azt mondja, hogy gyámolító. Tehát olyanok, amik nem látványosak, mert ugye az öt szolgálati fő ajándék az látványos. Az evangelista dumál az utcán, a tanító minden héten megvan a lehetőség, hogy másfél órát zsibbasszon benneteket. A proféta az ma nagyon népszerű. Figyeljetek, ma csak le vagyok döbbenve, ma nagyon, a proféta rendkívül népszerű. Mindenki proféta. Hát lehet tanulni, be tudsz iratkozni proféta suliba, és lesz belőled proféta. Nem lebecsülöm, félreértsetek, csak tönkrevelik vele az igazit. Tönkrevelik vele az igazit. Az evangélista, milyen evangélista van ma, aki a gyülekezetbe evangélizál? Ülnek vele szembe a keresztények,
És evangelizál, és azt mondja, hogy térjetek meg, és azt mondja, hogy miért nem jött előre senki? Hát azért, mert már mindenki megtért. Rossz helyen evangelizáltál, arany szívem. Nem a gyülibe kéne evangelizálni. Te neked nem a gyüli. Egy evangelistát be se engednék a gyülekezetbe. Hát mi keresni valója van ott? Ő neki az utcán a helye. És sorolhatnám tovább. Tehát ugye mindenki erre vágyik, de ott van a gyámolító. Szóval ott vannak olyan emberek, akiknek olyan szívük van, hogy egyszerűen bátorságot tudnak lehelni egy másik emberbe. Aztán ott vannak a nagyon kívánt ajándékok, ugye a csodatevő erők ajándékai. Hát az is. Általában ma úgy csinálják, hogy nem elég neki egy. Általában aki apostol, az pásztor is. Mi van még? Proféta is, már három megvan. És tudja, hogy valami csodát tesz. Ha más nem marad, lábat növeszt, de hogy valamit csinál, az biztos. Figyeljetek, ez nem így működött, hogy minden volt egyszerre, hanem megvolt, hogy ki mi volt. És azért mondom, hogy veszélyes, tudjátok, azért nem tudjuk, azért nehezen mozdul előre a keresztény életünk is, mert tulajdonképpen azt látom, hogy nem azok vannak a helyükön, akik az ajándékot kapták, hanem azok, akik az ajándékot kapták, azok éppen a hajón vannak, mert éppen nem Ninivébe tartanak, hanem éppen Tarzisba tartanak. Mit kellett csinálni Jónással a tarziszi hajóról? Ő kérte, ő jött rá különben, hogy ön és közveszély, és azt mondta, hogy fiúk, meg akartok menekülni? Biztos? Akkor engem lelkiismeret furdalás nélkül nyessetek be a tengerbe. És ha benyestek a tengerbe, akkor megmenekültök. És ezért egy nagyon furcsa dolog volt, de ez csak fontos tudni, hogy Isten mindenkinek azt mondja, hogy figyeljetek, nem veszük mi ezt komolyan, de higgyétek el, azt mondja, hogy Jézus maga mondja, azt mondja, hogy mindenkinek a talentumos történetben, ha emlékeim nem csalnak, de kérlek benneteket, hogy egy mosolyjal vagy egy bolintással erősítsetek meg. Volt olyan, akinek nulla talentuma volt? Nagy a zavar, nagy a zavar. Azt mondod, keresztkérdés lesz belőle, zsivány ez a Zoli, be akar húzni engem a csőbe. Nem volt ilyen, akinek nulla talentuma volt. Olyan volt, akinek egy volt, de olyan, akinek nulla volt, nem volt. Ez mit jelent, lefordítva jézusi nyelvről, mondjuk magyarra 2021-ben, hogy mindenkinek volt küldetése. Mindenkinek volt. És ráadásul annyit is tudunk ezekről a talentumokról, hogy ezek marha különbözőek. Tehát te hiába kiabálsz velem, hogy én miért csinálom ezt? Én se tudom. Hát hidd el. Olyan szépen el tudnám tölteni a mai délutánt, még a fiam rá is segítene. Nagyon. Nem tudom. És te neked is ugyanerre a sorsra jutsz, ha elindulsz a küldetésed útján. És még egy fontos dolog, hogy általában a küldetés az nem egyezik azzal, amit szeretsz csinálni. Ez nem egyezik azzal. Ebből lásd Jónást. És nem egyezik azzal, és itt van egy nagy dilema az emberben, hogy megteszem, vagy nem teszem meg. És figyeljetek, ez nagyon merész dolog, mert ilyen kaliberek, miért merem azt mondani, ugye visszakanyarodok a gondolathoz, ha Jónás betölti a küldetését, és rájön arra, Jónásnak mire kellett volna rájönni, amire rájött Pál apostol. Pál apostol kiment a pogányok közé, és azt látta, hogy a pogányok átadják az életüket az Úrnak. Ezt látta. Jónás bement a pogányok közé Ninivében, figyeljetek, mondott, hogy ezt megfogadhatnám, ez a hat szó, majd számold meg, hat szót mondott ki. Hat darab szót mondott ki. Ez nem telt, szerintem ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, mint 10 másodperc volt. Többet egy büdös szót nem szólt. Ez a hat szó egy egész királyságnak az életét megváltoztatta, olyan mértékben, hogy a kutyák, a zsiráfok is böjtre lettek fogva, tehát itt mindenki komolyan gondolta, és figyeljetek, Ninive, itt a 700-as évek közepét, végét írjuk, Ninive csak 610-ben pusztul el időszámításunk előtt, tehát 610-ben semmisül meg a város, csak jelzem, hogy Izraelt, aki 722-ben megsemmisül, Ninive túléli 110 évvel. Az ennek köszönhető. Ennek az attrakciónak. Szóval, ha megnézitek, megdöbbentő, 6 darab szót mond. 6 darab szó megváltoztatta 5-600 ember életét. Figyeljetek, mondod, hogy ezt igazán megtanulhatnám jövő szombatra. És hidd el, nagyon szeretném. Én nagyon szeretném. Én nagyon örülnék, ha 6 szót kéne elmondani, és egyszer csak a 6. szó után rugdosnák az ajtót, Jani rohannak ki, hogy mit akarnak, és jönnének be, hozzák a kutyákat, akik már böjtölnek, és egyszerűen mindenki leborul az Úr elé, és sír, és 6 szó történt. A világ legrövidebb, legcélra törőbb prédikációja volt. Csak ne felejtsd el, hogy Jónás küldetésben volt.
Senki másnak nem volt esélye. A Jónás nem megy Ninivébe. És a Jónás a ninivei bulit nem úgy zárja, ahogy a negyedik részben zárta, hogy azért ezek megpusztulhatnának, azért ez egy nagy szemétség tőled, Istenem. Csak itt jelzem, a Jónás példájából jelzem, hogy soha ne félj őszintének lenni az Istenhez. Ne félj perelni az Istennel. Nem fog az Isten rád megharagudni. Hidd el. Ez sokkal jobb, ha perelsz vele, mint az, hogy szeretlek, hogy elküldtél Ninivébe, és akkor magadba, tudod? Szeretlek, atyám, elküldtél Ninivébe? Na jó, van, majd meglátod, hogy mikor megyek ki. Szóval ez sokkal rosszabb, mint hogy azt mondja, hogy nem igaz, amit csinálsz. Nem értek vele egyet. És az Isten akkor, figyelj, nem az volt, hogy nem értesz vele egyet, jön a ménkű, és belecsapja a földbe. Nem, hanem az Isten elkezdett vele beszélgetni. És figyeljetek, meggyőzi Jónást. Azt mondja, hogy milyen érzés, hogy a ricilus elrohadt a fejed fölül. Milyen érzés ez? Borzalmas rossz. Tudom, hogy ez annak a szivatásnak a része, amit itt elkezdtél velem évekkel ezelőtt. Azt mondja az Isten, igen, sajnálod ezt a nyambat, ricinust? Én ne sajnáld, figyeljetek, nagyon felhívom a figyelmeteket, ószövetséget írunk, Északi Királyság Izrael, figyeljetek, én ne sajnáljak 500-600 ezer embert? Ki volt a ninivei 500-600 ezer ember? Csak amikor azt mondod, hogy az ószövetség valami egészen másról szólt. Az Ószövetségben a niniveiek pogányok voltak. Hogy benne volt-e Isten akaratában a pogányság megtérése? Mint a húzat. Miért nem tért meg a pogányság? Nagyon egyszerű. Amiért ma? Mert az Izrael nem töltötte be a küldetését. Testvérem, a küldetés nem arra van, hogy apostoli névjegykártyát nyomtassunk, hanem a küldetés arra van, hogy figyelj, lehet, hogy csak egy embernek fogod elmondani életedbe az evangéliumot. Mert az a te küldetésed. Egyetlen egynek. Lehet, hogy olyan lesz az életed, hogy ezernek elmondod, de senki nem fog megtérni. Ilyenre is van példa a Bibliában. Jeremiás. Nem álltak sorba a megtérés miatt. De be kell, az embernek tudatosítani kell magába, hogy van küldetésem. És ezért ma le van becsmérelve a küldetés, ezért vannak irigységek az egyházban, értitek, olyan rossz májú, sárga, májú irigységek vannak az egyházban. Én miért nem azt csinálom, amit ő? Elmondtam már nektek ezt a történetet. Egyszer kihívtak prédikálni, ilyen néhány éves keresztény voltam, és nem tudtam megszólalni, mert jobb is mindenki nagy áldására, mert mint egy teniszlabdát bevettem volna a számba. És így álltam, 10 percig, így. Semmit nem mondtam. Semmit nem mondtam. Jöttem el a lépcsőn, hát hamar elmondtam a mondani valamat, jöttem el a lépcsőn, és jön velem szembe a prédikátor, így megölel, és azt mondja, hogy ezért utállak, mert ha még nem szólalsz meg, akkor is szeretnek téged az emberek. És én nem értettem, mondom, hát teljesen hülye vagy. Hát akkor én tudom, hogy éltem. Hát hogy élsz meg egy olyat, amikor ülnek veled szembe százan neked, így nézel, bamba, birka, és semmi, azt se tudod kimondani, hogy így. Hát ha kézed, ahogy mentem le, hát évekig össze volt verve a lelkem, és valakinek az jut eszébe erről, hogy micsoda sikert. Hát én, hát ezt nagyon nagy sikerként élte. Tényleg a életem egyik legnagyobb sikere volt, az biztos. Miért mondom ezt? Azért, mert egyszerűen nem veszük ezt figyelembe. Jónás mit akart? Jónás az ellenkező volt, azt mondja, menjen el más. Miért pont engem választottál? Itt van egy csomó proféta. Küld el Ámoszt, küld el valamit, aki nem álmos. Mindegy, de valakit küldjél, más. Nem én akarok. Én nem akarom, én nem megyek Tarzisba, én ott tök jól elleszek. Megcsinálok én mindent, amit mondasz, de ezt nem csinálom meg. Ezt nem csinálom meg. Nem véletlenül ott van Pál apostol. Azért mondom, hogy ebben az időszakban Pál apostoli magaslatokba tudott volna emelkedni Jónás. Mert azt mondja, hogy megtért Ninive. Elmegyünk ide, elmegyünk oda, a pogányokhoz küldetett. Testvérem, ezt a zsidók, tudjátok, mit csinált Jónással? Miért nem lett úgy vége a történetnek? Hogy visszament Izraelbe és boldogan élt, ami meg nem halt. Elmondom miért. Mert az Izrael szemében Jónás hamis proféta volt. Miért? Mivel megy el Jónás? Mi az üzenet? 40 nap múlva elpusztul Ninive. Ez volt az üzenet. A zsidók komolyan vették, és várták, hogy pusztuljon el Ninive. Ahogy várta Jónás is, hogy pusztuljon el Ninive? Csak közben az Isten úgy gondolta, azt mondja, hogy hát miért pusztítsam el? Hát miért pusztítsam el? Hát ezek megtértek. És még egy dolgot elárulok nektek, mert ugye nagyon fontos, hogy miért kellett Jónásnak Ninivébe mennie. Mert ez a kulcskérdés. Elmondom miért. Hogy Isten a saját népe számára nyerjen még időt, mert az a Ninive, aki itt megtér, az néhány évtized múlva viszi fogságra. Ez a Ninive lesz Asszíria fővárosa, és ez az Asszíria viszi fogságra Izraelt. Tehát Istennek benne volt az akarat, azt mondja, hát figyeljetek, hát az én népem, oda küldtem Illést, oda küldtem Elizeust, oda küldtem mindenkit, a fülük botját nem mozdítják rá. Hát erre csak felfigyelnek, hogy egy Ninive nevű pogányváros,
és nem, hogy felfigyeltek, hanem így engedték el a fülük mögött, és utána már nem volt mentség, hanem Istennek engednie kellett. Aztán miért engedte meg az Északi Királyságot? Itt érted meg, hogy miért szakadt ketté Izrael? Azért, mert az Északi Királyság, amikor elment fogságba, és nem jöttek vissza, akkor abból kinek kellett volna tanulnia? Júdának, a déli királyságnak. Tanult belőle? Igen, egészen időszámításunk előtt 586-ig, amíg őt meg elvitte Babilon. És ezért megdöbbent, hogy az Isten mi mindig nagyon fontos, hogyha nem is értjük, érdemes az Istenre ráhagyatkozni, és ezért mondja Jézus, hogy legyen meg az Isten akarata, mert az Isten látja, hogy mit miért akar. Mi nem tudjuk, hogy mit miért akarunk sok esetben. És egészen más a célja az Isten, mindig az üdvösség szempontjából egy ilyen nyakas, makacs, bálványimádó, szinte a kánaáni vallás gyakorló népet még mindig meg akar menteni. Jónás pedig nem. És tudjátok, mi van a valóságban? Mit látott Jónás? Hát biztos, hogy nem lehet itt nagy baj. Hát jól élünk, magasak a fizetések, visszaadják az eszéját. Akciós a banán, olcsó a farhát. Tehát itt nem lehet baj, jólét van. Értitek, mi ezzel a baj? Hogy az emberek azt hiszik, hogy nincs baj. Jónás nem értette próféta létére, nem értette, hogy mi lehet a baj. Hát mi lehet a baj, amikor itt minden rendben van, mindenkinek van pénze, meg tudja venni, stb. Stb. Ma bemész egy boltba, nem érted meg, hogy mi a baj. Tényleg nem érted meg. Mindegy, hogy mikor mész, ha hétre mész, akkor is sokan vannak, ha este kilencre mész, akkor is sokan vannak. Mégis egy óló nyílik, mert nem abban a közegben mozgunk, mégis nyílik egy óló, most nem olyan rége, hogy fönn voltam Pesten, ugye az Iványi Gáborral csináltunk egy riportot, testvéreim. Megrázó szegénység van. Tehát attól, hogy én nem látom a Lidlibe, attól még megrázó szegénység van. Az utolsó időkre az jellemző, ha megnézitek az elmúlt éveket, akik gazdagok voltak, és ezt most ne valami közhelynek, meg valami propagandának vegyétek, azok még gazdagabbak lettek, és akik szegények voltak, azok még mélyebbre süllyedtek. Ez nagyon nyílik, ez egy óriási feszültséget fog létrehozni, hogy az egyik a Marsra jár szombatonként nyaralni, a másik meg nem tud megvenni egy kiló rizst egy napi béréből. Elesereim, az éhes ember az fogja kirobbantani az elégedetlenséget, mert egy éhező embernek nincs már nagyon vesztenivalója. Amikor a zsidókat halálra ítéri a Hámán, és azt mondja, hogy ki fog pusztulni, akkor mit mondanak Eszternek? Figyelj, nincs vesztenivalónk. Nincs vesztem. Téged is meg fognak ölni. Hát ki fog derülni, hogy zsidó lány vagy? Hát menj be, próbáljuk meg, hát ha sikerül. Menj be a király elé, majd mi böjtölünk, imádkozunk. Ez a böjt miért volt? Hogy emelje nagyra a zsidókat? Hogy emelje nagyra az egyházakat? Hogy gazdagodjanak meg az egyházak? Nem, ez a böjt, tudjátok miért volt? Azért, hogy az Isten akaratát megértsék. Kicsodák? Kinek kellett megérteni az Isten akaratát? Nem a Márdokeusnak, a királynak kellett megérteni az Isten akaratát. És ezért nagyon fontos ez a Jónásnál. Figyeljetek, mi Salamon óta nem volt ilyen jólét. És ezért ugye Istennek ez volt a terve, hogy Asszíria, hogyha megtér, és ha a zsidók is figyelembe veszik ezt, hogy a Ninive megtért, akkor testvéreim, lehet, hogy nem fordul elő az, hogy az északi törzsek elmennek fogságra. De nem vették figyelembe ezt a részt. Ninivéről már mondtam néhány szót, nem is akarok többet beszélni, tényleg egy hatalmas nagy város volt. Ugye Jézus megemlíti még a Jónással kapcsolatban, megemlíti a Jónás jelét, ugye egy Jónás jeléről tudtok, ez általában ezt mondják mindenhol, én majd ma azért még egy pár perc múlva többet is fogok mondani, ugye általában azt, mivel 3 napot és 3 éjjel töltött a hal gyomrába, Jónásot elvégzett egy OK és tanfolyamot, amiben át kellett gondolnia a Jézussal való kapcsolatát. Honnan tudom, hogy átgondolta a Jézussal való kapcsolatát? Úgyhogy a hajó, mikor kiszáll a Cedből, akkor mi történik? Elmegy Ninivébe, és elmondja azt a 6 szót, amiért Isten oda küldte. Átgondolta. Tehát ugye ez egyszer egy Jézusra mutató dolog, hogy 3 napot és 3 éjjel, de ennél még azért sokkal fontosabb dolog van. Itt még kiírtam magamnak, csak ma lemértem a térképen, hogy Tarzis 2500 mérföldre volt Joppétól, Jónástól, Ninive pedig 550 mérföldre, tehát 5-szörös távolságra akart megtenni Jónás. Ezt miért mondom el? Ezt majd figyelj magadra, még én is figyelek magamra. Valamikor mi képesek vagyunk sokkal nagyobb erőfeszítést hozni, mert azt hiszük, hogy az a küldetésünk. És lehet, hogy ott van a szemed előtt a küldetésed. Tehát ott van, néhány mérföldre van a küldetés. Nem kell ilyen nagy dolgokra, nem kell sokszor nagy dolgokra gondolni. Ezért ugye Isten ebben a helyzetben, ebben a tényleg szörnyű helyzetben szólítja meg Jónást, és ugye nem akarok most a történetről beszélni, de Jónásnak egy dolgot szeretnék leszögezni, hogy mi volt a félelme,
És ez egy nagyon fontos dolog volt. Az volt a félelme Jónásnak, hogy nehogy megtérjenek a pogányok. Figyeljetek, Jónással egy alapvető baj volt. Ismerte Istent, ez nem volt baj. Proféta volt, ez nem volt baj. Szerette az Istent, én ezt sem vonom kétségbe. Időt töltött el az Istennel, ezt sem vonom kétségbe. Voltak jó proféciái, eltalálta, ezt sem vonom kétségbe. De egy valamivel nagyon nagy baja volt, a lelkületével, mégpedig az, hogy nem szerette az embereket. Nem tudott örülni az emberek megváltozásának. Ezért mondom nektek ma, hogy aki nem a küldetésében van, aki csak magához ragadja a különböző ajándékokat, meg a különböző címeket, én ezt vettem észre ezeknél az úgymond Isten, magukat Istennek, nagy embereinek mondóknak, hogy a legnagyobb baj van velük, hogy nem szeretik az embereket. Figyeljetek, akik el tudják választani a gyerekeket a szülőktől, akik ki tudják szedni belőled az utolsó forintot is, ezek, értsd meg, ezek nem szeretik, nem csak téged, úgy általában nem szeretik az embereket. Figyeljetek, Jézus szolgálni az emberek szeretete nélkül, ezt nyugodtan ki lehet mondani, hogy lehetetlen. Nem lehet Jézus szolgálni. Korintus levél, 13. része, azt mondja, hogy akár mekkorára nősz is, akárki vagy, lehetsz te totum factum, ez is, az is, ha szeretet nincs benned, semmi vagy. Semmi. Sokszor sértő, hogy én esetleg megemlítek ilyen neveket. Testvéreim, az Isten ennél sokkal radikálisabb. Az Isten nem azt mondja neki, hogy hamisan beszélsz, meg hamisan profétálsz, hanem azt mondja neki, ha nincs benned szeretet, semmi vagy. Semmi. Mintha nem is léteznél. Semmi vagy, mert nem tudsz valaki lenni szeretet nélkül. Nem véletlenül a Korintus levélben, meg nem véletlenül a Galata levélben a gyümölcs. A szeretet az egy gyümölcs. Mivel kezdődik a galatai felsorolása? A szeretettel. Hogy fejeződik be az ige egy másik helyen? Azt mondja, hogy megmarad a végén a hit, a remény és a szeretet, de a lelketekre szeretném kötni, hogy ezek közül a legfontosabb a szeretet. És nézzétek, mi mit csináltunk a szeretetből. Szentestét, meg karácsony másnapját, meg húsvét harmadnapját, meg ilyen romantikus, érzelemre ható dolgokat. De nem ez a szeretet, hanem az a szeretet, hogy az Isten azt mondja, hogy menjek el egy Niniveihez. Mennek el egy Niniveihez. És akkor én mit mondok neki? Én a Niniveihez, testvéreim, ma mi ugyanazt valósítottuk meg több ezer évvel Jónás proféta után, ugyanolyan a kereszténység, mint akkor volt a zsidóság, hogy kialakítottuk a keresztény elitet, és majd mi eldöntjük, hogy hová megyünk. Én hosszú évek óta járok cigánytáborokban, nagyon érdekes. Nagyon érdekes. A nagyszámok, több százszor voltam cigánytáborokban, a nagyszámok törvénye szerint. A Benihin félékkel már rég össze kellett volna fussak ezekbe a cigánytáborokba. Rég találkoznom kellett volna velük. Miért? Mert azt mondta Jézus, elmondta a küldetésébe, hogy kikhez jött. Kikhez jött. Hol tart ma az egyház? Hát jó esetben, ha beengedik a eltérő fajú embereket a gyülekezetekbe, de nagyon sokszor nem engedik be, mert lehúzzák a mércét, akkor csinálnak külön gyülekezeteket. Mondják, hogy ez teljesen rendben van. Testvéreim, ez nincs rendben. Ez egyáltalán nincs rendben. Ez rendben van, hogyha a politikából indulunk ki, de még ott sincs rendben. Ez egyáltalán nincs rendben. Jónásnak mi volt a baj? El is mondja Jónás őszinte. Azt mondja, hogy az a baj, hogy tudom, ha én most elmegyek, akkor te képes vagy, ha ott egy kutya is megtér, te képes vagy megbocsátani az egész városnak. Figyeljetek, miért fontos Ninive a mai korban? Azért, mert meggyőződésem, hogy ninivei helyzetben vagyunk, és kellenek a Jónások, muszáj megindítani a Jónásokat, és Isten meg is fogja indítani a Jónásokat, csak én azért hívom fel a figyelmedet, hogy te is Jónás vagy, mert megkaptad az egy talentumot. Tehát Jónás vagy, és meg fog indítani az Isten, biztos lehetsz benne. Miért mondom ezt el? Azért, mert a ninivei korszakban vagyunk még, a Ninivénél még van esélye, hogy megtérje a Ninive. Elmondom, hogy jön a következő lépcső. A Szodománál és a Gomoránál már Isten angyalt küldött a városba, de figyeljetek, már nem küldte oda Ábrahámot, hogy menjél és prédikáljál. Az angyaloknak már nem volt feladatuk, hogy prédikáljanak. Egy feladatuk volt az angyaloknak, akik igazak voltak, ott már nem a bűnösöket mentette, hanem akik igazak voltak, azokat ki kell menteni. Nem véletlenül majd, hogy a Jelenések könyvébe csak egyszer majd oda fogok érni, a hét csapás az pontosan erről szólódnak, az igazak lesznek kimentve. Szodoma Gomora más volt. De figyeljetek, a Ninive, ez a Ninive elleni lázadás vezet sokszor keresztény oldalról Szodoma Gomorrához. Ninive, ha megnézitek, majd ninivei gondolkodásmód alapja lett később a babiloni gondolkodásmódnak. Összefüggés van a kettő között. És azért hívom fel a figyelmeteket, hogy ne becsüld le
azt a szolgálatot, amit kapsz Istentől. Nem fogod szeretni, nem fog tetszeni, de ne húzd, ne halaszd, értsd meg, ne húzd, ne halaszd. Nagyon sokan jönnek hozzám, hogy miért ilyen tarziszi hajós az élete? Miért ilyen, hogy akivel megismerkedik, azzal mindig összeveszik? Szóval miért ilyen lehetetlen az élete? És mindig felszoktam hívni a figyelmet, hogy esetleg lehet, csak gondolkodj, én nem tudom, nem vagyok proféta, névjegykártyám sincs. De egyszerűen, csak gondolkodj el rajta, lehet, hogy rossz hajón ülsz. A legjobb jó szándékod ellenére is. Jónásban nem volt rossz szándék, de mégis észre kellett volna vegye, hogy nem szerette az embereket. Figyeljetek, elmondja a prédikációt, vár még egy picit a városba, de ott mit csinál? Elmondja az Úrnak, de nagyon szeretem Jónást, mert nagyon őszinte volt, és csak tényleg bátorítani, sokszor ilyen vallásos félelemből féltek attól, hogy őszintén feltárjátok az Istennek. Perelj az Istennel! Hát sokan pereltek az Istennel. Sokan, ez nem gond, az Isten nem gond, örül az apa is, ha a fia megszól, és az, hogy apám, nem értek veled egyet, ez sokkal jobb, mint a fiú elmegy, és soha nem szól többet az apjához. Ez sokkal jobb. És ez a Jónás elmondja, hogy nem értek veled egyet, mert miért kell ezeket megtéríteni? És figyeljetek, Isten nem tudta elmagyarázni, csak nem akarta elmagyarázni, meg nem is tudta, csak azt mondja, hogy egyrészt nekem ezek az emberek fontosak. Itt lehet megérteni, hogy Isten számára bocsássatok meg, nem csak a keresztény elitklubba fontos. Mi csináltunk a kereszténységből egy elitklubot, és ha megnézitek a kereszténységnek mi a küldetése, és nézitek, hogy mit csinált a küldetésében. Ugyanúgy vagyunk, mint ahogy Jónás volt, nem megyünk be Ninivébe, hát tisztátalanok leszünk, stb. Stb. Hát itt van ez a, bocsánat, ez a Kenneth Copeland is, mit mond, miért kellett neki a magánrepülőgép? Miért mondom ezt? Hogy megértsd, Jónási korba vagy. Hogy megértsd, azt mondja, azért, mert tele van démonokkal a világ, ő nem megy, keresztényként ő nem megy be a démonok közé. Hát hová mész be, ember? Hát az emberek közé küldetett az Isten téged. És mindig megmagyarázzuk. Azért nem jön már ki a vezető dicsérni az Istent, mert nehogy ott egy-két rossz szellemi állapotban lévő keresztény leverje róla a kenetet. Hát ha engem az Úr küld, valóvá, ha te kalapáccsal jössz nekem, akkor se tudod leverni rólam a kenetet, maximum a fejemet vered szét, és maximum azt fogom mondani, amit István a végén, hogy Uram, bocsáss meg nekik. Szétverték a fejemet kalapáccsal. Hát fájt, nem mondom, nem esett jól, de hát ha így legyen így. És ezért ebben a korban óriás üzenet, nem véletlenül, hogy Jézus mit mond? Az utolsó időkben semmi más nem adatik az embereknek, csak a Jónás jele. Testvérem, észre kell venni, hogy ne várd a csodákat, ne várd ezt, ne várd azt, indulj el a küldetésedbe, találd meg, létkérdés, megtalálnunk a küldetésünket, létkérdés, nem mozdulj sehová, várd meg, ha éveket kell rá várni, várd meg, volt egy ember a Bibliában, Simeon, öreg ember, az az egész életében az volt a küldetése, hogy felismerje a Messiást. Ennyi volt a küldetése. És ezért Jónás korszakában élünk, nem adatik, Lukács evangélium is ezt megerősíti, hogy egyszerűen ez egy ilyen korszak lesz. Ezért Jónásból kihal az érzés az elveszettek felé. Figyeljetek, hát ez az evangélium lényege. Miért mondja Jézus, hogy újra ez az evangélium fog hirdetetni, amit én hirdettem? Azért, mert a kereszténységből kihalt az érzés. Kihalt az az érzés, nem az a fontos, megvan nektek? Hát különböző egyházokból jöttök. Testvérem, minden fontos volt, az óvoda alapítás, az iskola alapítás, a mit tudom én micsoda, az is, meg ez is, meg a karácsony, meg a húsvét, minden, de nekünk nem ez kell, hogy fontos legyen. Hát nekünk az a fontos, hogy ugyan, ilyenek lettünk, mint Jónás, értsétek meg, mindannyian ilyenekké váltunk, csak van jó szándékú Jónás, meg van rossz szándékú Jónás. Ilyenekké váltunk, hogy nem, nincs bennünk az az érzés, hogy meg lehet menteni az embereket. Megvan nektek, hogy az emberek hamuba borulnak, tér meg az egész város, egyetlen egy mafla van, aki dünnyög. A Jónás. Kimegy és nézi a város szél, nézi, azt mondja, elpusztul, nem pusztul el, elpusztul, Istenem, pusztuljon el. Hát nem igaz. Proféta volt? Igen. Látta, hogy elpusztítja majd a népét. De Jónás egyet nem látott. Az, hogy Isten azt mondja, hogy ha ebből tanultok, akkor ez az Asszíria soha nem fogja elpusztítani. Meg fogja benneket tartani. Ha Babilonból visszajöttök és tanultok belőle, soha nem fogtok letérni az Isten útjáról. Erre Péternek már azt kell mondani a Babilon után 500 évvel, elvétetett tőletek az Istennek a szolgálat, és olyan népnek adatot, aki megtermi annak a gyümölcsét. És ez nagyon megrázó, testvéreim. És ugyanabba a hibába esünk, ezért iratott meg. Ugyanabba a hibába esünk bele. És ezért mondja, hogy Jónás korszaka van. A Jónás jele. Mi volt a Jónás jele? Erre hívja fel Isten a figyelmet, hogy keresd meg, ne becsüld le a küldetésedet. Igen, nem olyan, mint a régi. Igen. Kíváncsi lennék ma ezeknek a nagy vezetőknek, azt mondaná az Isten.
akik emberek tízezre előtt predikálnak, hogy menj el Uganda alsóra. És ott négy embernek hirdesd az igét, mert ott van nekem négy emberem. Van nekem négy darab emberem, akit azért küldtelek téged, hogy te fogod őket megérinteni. Nagyon kíváncsi lennék, hogy elmennének-e. Jó, hát magánrepülővel oda nem tud menni, mert Uganda alsón nincs reptér. Tehát ott valami más módszereket kell választani, cettel lehet oda jutni. Más a közlekedési eszköz. Egy kicsit. És ezért ugye Jónás átgondolja a dolgot, de egy valami, és ezért iratott meg, mert mondtam nektek, a harmadik részig, ha elolvasod, boldogság. Fantasztikus, igazi proféta, de ott a negyedik rész. Én is kitöröltem volna belőle, ha rajtam múlva, milyen jó lett volna egy happy endes történet. Jónás győzött, látott, futott, kész, vége. Nem. Nem. És ezért Jónásban kihal ez az érzés. És figyeljetek, ha kihal, ugye Jónás bibliai ismeretei, hogy mondjam, nem párosultak a szeretettel, nem párosultak a másik emberre való odafigyeléssel. És ezért ugye nem véletlenül Pál apostol erre már rájött, hogy akárki lehet nagy, de egyszerűen ez még a nagyság nem változtat semmit, egyáltalán nem változtat semmit az emberen. Befejezésül annyit szeretnék még veletek megnézni, hogy Jónásnak tökéletes bibliai ismerete volt. Tökéletes bibliai ismerete volt. Pál apostolnak tökéletes bibliai ismerete volt. Miért fognak párhuzamot? Pál apostol, azt mondják a történeti írások, hogyha Pál apostol marad azon az úton, tehát marad Saul, tudjátok, Pál apostolról elmondja az ige, hogy a Gamáliel az a kornak a legnagyobb tanítója volt Gamáliel. Most én nem akarok ilyeneket mondani, mint ma, mert szerintem ma nincs ilyen. Tehát ez egy óriási tanító volt. Ez a Gamáliel, és Pál apostol ebbe a suliba járt. Pál apostol nagy erőkkel, nagy eséllyel pályázott arra, hogy Gamáliel szerepét átveheti. Tehát óriási karrier vált rá. Tényleg hatalmas karrier vált rá. Le a kalapát. Figyeljetek, ő volt az, aki meg volt bízva, ezt az ige mondja meg volt bízva ennek az új hullámnak, a kereszténységnek a felszámolásával. És azt mondja, hogy ő ezt tökéletesen végre, percre pontosan végrehajtotta. Pál apostollal mi volt a baj? Ugyanúgy, hogy végignézi az Istvánnak a megkövezését, csak az volt a különbség, hogy valami belül megszólalt benne. Jónásnál nem szólalt meg semmi, végignézte, és a szeme előtt valami csodát tesz az Isten, és meg se szólal benne semmi Jónásban. Figyeljetek, ezért mondja a Biblia, hogy egyszerűen szeretet nélkül semmik vagyunk. Semmik. És nem azt mondja, hogy a zsidókat kell csak szeretni, hanem azt mondja a niniveieket is. És Jónás tökéletes profita volt, tudta, hogy mit akar az Isten, azt is tudta, hogy Ninive meg fog térni, mindent tudott, de mégis Isten közben őt is meg akarta változtatni. Azért fontos, hogy betöltsd a küldetésedet, meg az elhívásodat. Miért fontos? Elmondom miért. Mert közben te ott tudsz megváltozni igazán. Ott érnek azok a legmélyebb hatások. Nem a gyülekezetben fog a legnagyobb hatás érni, hanem ott, amikor Jónást figyeljetek, az Isten szembesíti a legnagyobb nyomorúságával. Jónás, nem szereted az embereket. Jónás mit mondott? De ezek nem emberek. Ezek niniveiek. Hát testvéreim, most bocsáss meg, de ma ezt hallod az egyházba. Mondod, hogy te hívő vagy, és mondják neked, hogy te nem vagy hívő, mert nem jársz abba a gyülekezetbe, akkor nem vagy hívő. Eldöntik az emberek, hogy ki a hívő. Nem, hogy örülnének neki, hogy azt mondod, hogy keresed az Istent, és hívő vagy. Nem, nem, ez nem jelent már örömöt, hanem megkérdőjelezik, hogy te hívő vagy. Ma megmondják, hogy ki a hívő. Testvéreim, ez megrázó. Hát ez Jónás azt mondja, ninivei vagy, te nem lehetsz hívő. Te egy ninivei király vagy, te nem lehetsz hívő. Te biztos, hogy nem lehetsz hívő. Én a zsidó, az elit vagyok. Olyan megdöbbentő, hogy ugyanazt az elitképzést megcsinálta a kereszténység. Figyeljetek, a zsidóságot ezért utálta a fél világ, mert egy ilyen elitképzést csinált, és nem volt mögötte az az őszinte, igazi, mély, Isten kereső tartalom. Ezt megcsinálja a kereszténység 2000 év alatt. Óriási elit a kereszténység. Hát majd egy keresztény iskolába járni, egy keresztény iskola ma több pénzt kap, mint egy világiskola. Miért? Miért? Nincsenek paráznák a keresztény iskolába? Kérdezd meg. Vannak. Miért? Miért van ez? Hát ugyanúgy megy az elitképzés. Nem az újjászületés megy, nem a megtérés, hanem az elitképzés megy. Ez egy megdöbbentő dolog. Megrázó dolog. És ezért Jónásnak volt ismerete, biblia ismerete, volt tudása, proféta volt. Csak szeretném felhívni a figyelmeteket, és ne vegyétek bántásnak, de a biblia ismeret nem egyenlő az Isten ismerettel. És ez csapja be a legtöbb embert. Nem egyenlő. Pál apostol elmondja a Korintus levélbe, az ismeret
felfúvalkodottá teszi az embert. Nem egyenlő a Biblia ismeret a szeretettel. Mikor kiigazít egy ember a leveléből, a szavaiból lehet látni azt, hogy te egy hülye senkiházi vagy, stb. Nem is jól mondtad ezt az igét. Testvérem, lehet, hogy neked van igazad. És tényleg rosszul mondtam ezt az igét. De hogy benned a szeretetnek a nyoma nincs meg, az teljesen biztos. Én lehet, hogy hülyén megyek az Úrhoz, Biblia ismeret nélkül, és majd én leszek az első, aki, ez a menny, én leszek hülye ott, csak menjek már ott, én egyedüliként is bevállalnám ezt, én el leszek ott habzó szájjal, meg mindegy nekem az, csak ott legyek. Nem ugyanaz a Biblia ismeret, mint az Isten ismeret. Ezért fordulhat az elő, hogy egyszerű emberek, értitek, kiállt a Jónás olyan megdöbbentő, nem a Biblia ismeret, nem kellett használnia a Biblia ismeretét. A ninivei prédikációban. Mondd meg, hogy mire kellett használnia. Milyen igéből idézett? Mózesből idézett? Miből? Semmiből nem idézett. Elmondta, hogy 40 nap múlva el fog pusztulni Ninive. Úgy imádkozom, hogy 6 ilyen szót tudjak mondani egyszer egy összejövetelen, ami ekkora hatással lesz. Nem magam miatt, hanem hogy a hatás. Ez fantasztikus, testvéreim. Hol vagyunk ez, mikor verjük a mellünket, hogy milyen nagyszerű prédikátorok vagyunk? Hát figyeljetek, ez a félőrült Jónás jobban prédikált, mint bárki ma. 6 szóval elmondta, 6 szóval megérintett 500 ezer embert, 6 szóval, és nem is akárhogyan. És ráadásul hogy érintette meg, hogy nem volt benne a szíve? Figyeljetek, Istennél lesz nehéz megérteni. Miért kellett megmenteni a niniveieket? Miért kellett volna megmenteni a kánániakat? Miért? Az Ószövetségben, testvérem, Jézus nemmi más nem csinál, csak elmondta, lefordította az Ószövetséget, még érthetőbbé tette emberek, az Ószövetségben Isten ugyanúgy kegyelmet akart adni mindenkinek. Hát itt van rá, Ószövetségben vagyunk. Miért ne szánjam Ninivét? Miért ne sajnálja meg? Miért ne engedjem meg? És Ninive megvan nektek, hogy túléli a város, az északi törzset. Több mint 100 évvel túléli. Ugye harag volt a Jónásnak a szívébe, és ezzel szeretném, hogy mi volt a haragnak az oka. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi volt a haragnak az oka. Én egyszer emlékszem rá, hogy pont amikor kiváltunk a Híd gyülekezetéből, akkor hívtam el a Mike Sámuelt. Talán emlékeztek rá, 18-ba, ő jött karácsonykor. Mondta, hogy nem nagyon akarta elvállalni, mert elég balhés volt itt a levegő, de szólt az Úr hozzá, hogy feltétlenül vállalja el. És emlékszem, hogy itt ültem ezen a széken, és az első mondattal, én azt sem tudom, hogy mi történt ez az alkalom, engem az első mondattal kiütött, azt mondta, hogy ne felejtsd el, hogy az Isten szereti az ellenségedet. Jónásnak mi volt a haragjának az oka? Elmondom mi. Hogy elfelejtette, hogy az Isten szereti az ellenségemet. És ha ezt megérted, ezt nem lehet, értsd meg, nem lehet megérteni ésszel. Ne próbáld meg. Sokat próbálkozom, ne töltse vele évtizedeket, nem lehet megérteni. Ez csak szívvel lehet megérteni. Jónás nem értette meg, hogy az Isten szereti, mert az Isten az embert szereti. Az Isten az embert szereti. Amikor az a kérdés, ezt szoktam élni ezzel a hasonlattal, az a kérdés, hogy hol sokasodott meg a kegyelem? Itt közöttünk van nagyobb kegyelem? Meggyőződésem, hogy a szomjas szarvas italozóba nagyobb kegyelem van. És ez ne érts félre. Miért? Nagyobb a szükség. Nagyobb a szükség. Ezt meg kell értenünk. Amikor azt mondom, hogy ember szeretet, akkor ne valami karácsonyi ajándékra gondolj. 5 zoknira, 100 forintért akciósba. Hanem arra gondolj, hogy az Isten így gondolkodik az emberről. Mert az Isten embert teremtett. Az Isten nem elitet. Amikor az Isten megteremti az ember, se zsidó nincsen, se keresztény nincsen. Testvérem, ezért vagyunk bajba a keresztények, mert itt verjük a mellünket, meg zsidóznak a keresztények, de semmivel nem váltunk különb népévé az Istennek sok területen. Ugyanazokban a hibákba esünk bele, pedig nekünk már megvan a tanulság. Az első gyerek felé, az elsőszülött gyerek felé, miért az elsőszülött gyerekkel volt az Istennek a... Miért azt kapta a legnagyobb áldást az Istennél? Gondolkodtatok ezen? Elmondom miért. Mert a legtöbb hányattatás az ment keresztül. Hát a szülőként kint tanultál meg gyereket nevelni? Az elsőszülött gyerekeden tanultál meg gyereket nevelni. Hát miért kint? A másodikon? Nem, az első. A többieknek már csak figyelni kellett, hogy miért kap pofont az első. És ha ügyes volt, ő azért már soha nem kapott pofont. Hát ha hüle volt, akkor kapott 2 érte. De ha ügyes volt, nem kapott érte. Csak figyelnie kellett. És ezért az Isten ezt nem tudja, hogy így van, ezért mit mond? Azt mondja, hogy az első szülött viszi a javaknak a 2/3. Így tudta jutalmazni. Ezt én nem tudok másképp csinálni, ez így lesz. Anyádék rajtad kísérleteznek. Őket is meg tudod érteni? Hát nem ért meg, persze.
Ki megy a legnagyobb lázadásokon keresztül? Az elsőszülött. Hát jó, most mondod, a tékozló fiú történetében nem. Jó, de hát most ott a nagybácsinak semmi közem volt az Istenhez. Na. És ezért nagyon fontos ezt megérteni. Jónás ezért haragudott, mert az Isten szereti az ellenségedet is. És ez fontos dolog. Ez nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye a Jónás jele még az is, hogy a zsidók ugye az Istennek a kegyelmét ugye, hát azt lehet mondani, hogy elutasítják, és nézzétek meg, hogy nem veszik észre, hogy Ninive elfogadta az Isten kegyelmét. Figyeljetek, a zsidók ugyanúgy pár száz évvel később elutasítják az Isten kegyelmét. Mi lesz ennek a következménye? Jeruzsálem elpusztulása, a templom elpusztulása, és tulajdonképpen az Istentől való elszakadásuk lesz ennek a következménye. Tanulságként nem tanultak ezekből a jelekből. Őnekik tanulniuk kellett volna, hogy egy pogány nép el tudja fogadni az Isten szavát, akkor mi? Miért nem tudjuk elfogadni az Istennek a, miért nem tudjuk elfogadni az Istennek a szavát? És drága testvéreim, a második eljövetel előtt Jézusnak ugyanez a helyzet állt fönn, ami majd a Jelenések könyvében már többször megnéztünk, hogy egyetlen egy dolog lesz a lényeg. Újra ez az evangélium hirdetetik. És itt nagy kérdés, és Ninivé történetéből kapod meg rá a választ, ezért mondta Jézus, hogy nem lesz más jel, kizárólag a pogányok felé fog ezt hirdetetni. Tehát Isten már azt mondja, hogy az egyházat szétválasztotta, nem fogja az egyházat babusgatni, nem fogja az egyházat simogatni, nem fogja az egyházat talpra állítani, az lesz vele, amit akar, kimondottan a pogányok felé fog hirdetetni az evangélium. Ezért ha van, ezért ugye a belterjes kereszténység, ami lesz a Babilon, nem fogja tudni a pogányok felé hirdetni az evangéliumot. Miért nem fogja? Mert nem is áll vele szóba. Nem áll vele szóba. Ma egy keresztény vezető nem jön levelet kezet fogni, nehogy lemenjen róla a kenet. Hát ezt halljátok ezt a szót, hogy lement rólam a kenet, mikor rád néztem. Nem ment le, nem volt rajtad. Mert ha rajtad lett volna, akkor azt onnan ismerted volna, hogy rám is rám jön. Nem, hogy rólad megy le. Én nem olvastam olyat, hogy Jézus, akire rád lement róla, akkor nem tud gyógyítani, mert valaki nem akarta, vagy valaki rossz paszba volt. Dehogy is, hát pontosan az volt, hogy ő volt só. Mit mond az igazi egyházra a Biblia, hogy só vagyok. Én vagyok a só. Tehát nem én vagyok a só. Az mit jelent, hogy hát sózok. Nem tudják leverni róla, miért? Hát nem az enyém, nem én raktam magamra. És ezért Jónás ebbe óriásit, de óriásot hibázott Jónás, és ezért csak felhívom a figyelmeteket, hogy az Isten azt mondja, hogy ott is aratok, ahol nem vettettem. Azon is könyörülök, akin te nem gondolnád. Azon is könyörülök. Csak egy egyszerű példa, most a napokban ugye Iványi Gábor neve többször előkerül. Miért hozom fel? Nem meg akarok védni vagy bántani valakit, csak a jelenségre figyeljetek oda. A keresztény társadalom egyik része nemhogy nem fogadja el az embertársát. Most felejtsük el, hogy az Iványi Gábor mit tett meg. Felejtsük el, egy emberről beszélek, jó? Egy ember, egy öreg, 71 éves, szakállas emberről. Erről beszélek. A kereszténység egyik fele nemhogy értékeli a cselekedeteit, hanem még azt is megkérdőjelezi, hogy neki bármilyen kapcsolata van az Istennel. Megvan ez nektek, hogy a kereszténység akarja eldönteni, hogy kinek van kapcsolata az Istennel, és kinek nincs kapcsolata az Istennel. Megrázó. Megrázó. Teljesen megrázó. Teljes ilyen Jónás időszak van, hogy kialakult a keresztény elit. És ez azért megrázó, ez testvéreim azért megrázó, mert elmondom, ha már, mert ez nem került bele a riportba, de nagyon, nagyon a szívem van, valahogy kimaradt belőle, mert csak egy beszélgetésben hangzott el, amikor ez az egész elindul, akkor Orbán Viktor, ugye a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy ő a hitre, a vallásra szeretné építeni a következő évtizedek kormányzását, és felkér Iványi Gábort, hogy legyen ebben a társa. Ugye azért halljátok a híreket, hogy ő keresztelte meg a gyerekeit, stb. És azt mondta az Iványi Gábor, hogy ezt nem vállalja. Akkor mondták neki, hogy ha nem vállalod ezt a fajta kereszténységet, amit mi kiépítünk, akkor mi megmutatjuk neked, hogy ez a kereszténység erős lesz. Ha meg akarod érteni az üldözés lényegét, az ezért van. Mert nem vállalta azt. De ha az Iványi Gábor a világ legrosszabb keresztény lenne, ha az Iványi Gábor ninivei lenne, akkor se felejtsd el, hogy az Isten azt mondja, hogy könyörülök, akin könyörülök. De természetesen nem ninivei. Erről nekem meg meggyőződésem. Ezt miért hoztam a Gábort föl példának? Azért, mert most aztán tényleg kap hideget, meleget. De inkább hideget.
hogy értsétek meg, hogy Jónási időszak van, úgy viselkedik ma a kereszténység, mint a Jónás. És a kereszténység nem ért semmit az Isten akaratából. Fogalma sincs, hogy az Isten könyörülni akar az elesetteken is. Könyörülni akar a legvégéig elmegy a falig. És miért baj ez? Adj hálát, te is, meg én is, hogy még Ninivélnél tartunk. Mert a Szodoma Gomoránál tartunk, ott már az angyal nem azért jön be, hogy térjetek már meg, legyetek kedvesek, küldetéseteket töltsétek már, legyetek kedvesek. Nem ezért megy be az angyal, hanem az angyal azért megy be, ott már nem az van, hogy 40 nap múlva elpusztul Ninive vagy Gomora, és akkor majd visszafordítjuk, ott már nem lehet. Ábrahám megpróbálta. Mit mondott Ábrahám? Uram, légy szí. Alkudozott. Figyeljetek, ma mit mondanának Ábrahámra? Ábrahám, hát milyen mocskos gyökér vagy? Szodomáért alkudozol? Ezért a homoszexuális, leszbikus, mit tudom én, milyen város? Ábrahám, hol vagy te az Isten embere? És Ábrahám azért alkudozott. Testvérem, ez a lelkület. Én ezt azért, ha kell, a tüdőmet fogom kiköpni a lelkületért, hogy bocsáss meg, nem becsülöm le a bibliai tudást, és nagyra értékelem, és én is próbálom pótolni a hiányosságaimat, de a lelkületet semmi nem pótolja. És a lelkületet pedig csak az újjászületéssel lehet megkapni. Ugyanolyan romlott lelkületünk volt, mint a niniveieknek. És a niniveieknek sem más. Ó, megnézitek, hogy már ezekben az időszámításunk előtti 800-as években már a történelem másképp alakulhatott volna, ha Jónás Pál apostol módjára viselkedik. Pál apostol mit mondott? Húzta a száját? Gondoljátok, hogy ő neki nem volt nagy meglepetés? Csak a zsidók felé szolgált, ismerte a zsidó törvényeket, ő lehetett volna a Gamáliel 2.0. És azt mondták az Isten, hogy nem, mész a görögökhöz, és akkor bemegy görögökhöz, bemegy Aténba, és azt mondja, hogy te jó szagú, te Istenem, hát mennyi van belőled? Hát itt mindenhol Isten van. Hát ki az, aki nem mondja, jaj, végre egy ismeretlen, na én akit letáborozok, mert itt ez a legveszélytelenebb, az ismeretlen Isten. Borzalmas. Bemegy, hirdeti az evangéliumot, és azt mondja, hogy nem ninivei fogadtatásért, hanem agyabugyáják őket. Barnabás ezért adta föl. Azt mondja, Barnabás, én ezt nem csinálom. Hát ez egy terminátor, ez a Saul. Hát ez... És akkor Pál azt mondja, de gyere velem, a film jó bemutatja, de jössz velem. Azt mondja, nem. És akkor mondja neki, Barnabás, úgy tetszik, azt mondja, ezt neked mondta az Isten. És Barnabásnak igaza volt? Igaza volt! Figyeljetek, az egy szemét dolog lenne, ha én elhívásomat akarnám rád erőltetni. De bocsáss meg, fordítva is igaz. Ez az enyém, az meg a tiéd. Egy feladatunk van, hogy te csináld azt, én meg csinálom ezt. Amúgy különben, ha mindenki el lenne foglalva az elhívásával, nem lennénk elfoglalva azzal, hogy közben milyen hibákat követsz el az elhívásod betöltése közben. Mutathassatok még nekem egyet, aki az elhívása közben nem követett el hibákat. Ábrahám a hit atya. Az első nagy hibája. Ki ez a nő, Ábrahám? Lövésem nincs. Mintha a feleségem lenne, de biztos, hogy nem az. Értek, egy hajszál választja el, hogy lefekszenek a feleségével. Egy hajszál, ez meg lapít, mint az a bizonyos a gazban. És az Istennek kell, az Isten szól közvetlenül. A nő a felesége elvívőjéhez, hogy ha hozzá mersz nyúlni, mindenedet letöröm. Nem csak azt, amire gondolsz, mindenedet. Mindent eltörök, ne nyúlj hozzá! Férjes azt, és a férfi pedig, Uram, én vagyok a hit atya. Tanulj belőle, van esélyed hibázni. Jogod van hibázni, csak állj föl belőle. De jogod van. Befejezésül csak gyorsan, mi váltja ki a haragot Jónásba? Csak felsorolom. Az első, hamis istenkép. Testvéreim, nem véletlenül az utolsó idők tele lesznek hamis istenekkel, hamis krisztusokkal, bla 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 bla. Jónásnak hamis istenképe volt. Teljesen hamis istenképe volt. Figyeljetek, ma erre utazik mindenki. Hamis istenképed legyen. Hamis legyen. Hamis az istenképed, meg vagy véve. Kész. Nem lényeges. Hát ennyi Isten nincsen, amennyit hirdetünk. Hát van ennyi Isten? Hát nincsen. A másik. Összetört álmok és vágyak. Én a Hufnagel Pistihez szerettem volna feleségül menni. És a Kovács Lacit kaptad. Hát így jártál. Miért? Hát ez van. Nem tudom miért. Összetört álmok, ezért ilyen depressziósak a keresztények, összetörik az álmaikat, a vágyaikat. Szóval ezektől a mai repkedőktől elvennéd a magánrepülőgépét, azt mondanám, hogy Uram, most már meghalok. Én ennélkül nem tudok létezni.
Valami más evangéliumban mozog, értitek? Teljesen másban. Összetörnek, és néztek meg, nem alig lehet fölmosni a keresztényeket, összetört álmok és vágyak, soha nem volt az Isten akarata, amire ő vágyott. Hát vágyhatnék én, nagyon szerettem volna egy 1,80 magas, hosszú, fekete hajú, mesztic lányt elvenni feleségül. Miért nem tudtam? Mert soha ilyenre nem találkoztam például, egy megakadott. Nem ez volt az Isten akarata. Nekem egy alacsony, de barna bőrűt kaptam, egy alacsony, de nekem, olyan volt az én. Miért? Hát azért, mert ez az Isten akarata. Nem én választottam ki. És sorolhatnám tovább. Milyen jó volt Jónásnak? Miért mondom, hogy az apostol Pál apostol volt? Mert amikor megalapítja a korintusi gyülekezetet, tele vannak, ezrek jönnek, szolgálják az Istent, akkor azt mondja Pál, mit mondod? Azt a mindenit, 13 000-re járnak ide, mindenki 10 000 tizedet fizet, azt a mindenit, ebből jól leszünk. Pál, megérdemled amúgy is. Nem, mit csinált? Elment tovább, ahol nem volt semmi. Próbálj meg egy mai apostolt. Kimozdít, mondd, persze, úgy, ahogy mondod. Próbálj meg kimozdítani a kis pipiteréből. Hát mindjárt megmondja, hogy izé vagy, minden vagy. Most nem jutott hirtelen, sok minden eszembe jutott, és nem tudtam kifejteni, hogy mi vagy. Tehát az összetört álmok és vágyak, ez egy fontos dolog. A csalódások például, a csalódások is okozzák ezt a haragot. Csalódott, mert azt mondta, hogy Istenem, nekem úgy kellett volna hazamenni, hogy izraeliek, elpusztult Ninive, és hazamegyek, és mit mondok? Izraeliek, megtért Ninive. Hát haza sem mert menni. Ez ott ül mai napig is a tök alatt. Arra jártok, nézzétek meg, ott ül. Hát hogy menjen haza? Hát nem pusztult el Ninive. Hát nem tud hazamenni. Ezért a csalódások. Figyeljetek, ma ennyi csalódás, bocsássatok meg, én szeretek szolgálni az emberek felé, de azt látom, hogy a nagy része kidobott dolog, kidobott, elmondom miért. Mert a saját vágyak, a saját álmok és a saját vágyak miatti csalódások miatt megy a hiszti. Nem kérdezi meg, hogy Isten, ez az akaratod volt? Nem. Hát nem lehet a 11. jegyesség az Isten akarata, értsd már meg. Hát nem lehet. Meg a 10. se. Meg a 9. se. Most nem akarok visszaszámolni, mert még sokat kell. És ezért ezek miatt vannak, hogy a csalódások érik, érik az embereket. Tudjátok, mennyi ilyet hallok? Csalódtam az Istenben. Az igen. Ez most megrendült a menny, az biztos. Az atya csomagol, mennek a Szaturnuszra, és befejezték. Kész. Ennyi volt. Hát nem áll emberek. Fölöslegesen raboljuk egymás idejét ezzel. Hát nem a te életedet élted, nem abban voltál, és ez miatt csalódás lett a következménye. Hát persze. Hát ez benne van a pakliba. Hát akkor föl kell belőle állni, és ennyi, és tovább kell menni. Figyeljetek, a csodák, a jelek, a megtapasztalásoknak a hiánya, majd hiszek az Istenben, ha ezt meg ezt csinálja. Nem csinálja. Ninive előtt nem csinál, semmilyen csodát nem csinál. Mi volt a csoda Ninivébe? Meggyógyult valaki? Feltámadt valaki? Egy csoda volt, hogy az Isten szava az a 6 mondat, amiben 0 darab ige volt. De mégis ige volt. Miért? Mert Jónás ezt nem a saját szavával mondta el, hanem az Isten mondta neki, az a 6 szó megmentette egy egész város életét. Nem a csoda és nem a jel mentette. Nem olvas, hogy a kutya feltámadt, a béka királyfivá változott, semmi nem történt, az ige kezdett el működni. Ez a csoda. Ezt ma nem értjük, hogy az igének a működése a legnagyobb csoda, testvérek. Hogy az ige ki tud hozni, hogy által tud vinni a halálból az életbe, de nekünk nem ez az érték ma, hanem nekünk az az érték, hogy az ige adjon nagy feleséget, kisférjet, nagy házat, kis autót, ez az ige nekünk. De az igét nem erre adta, hanem hogy átvigyen a halálból az életbe. Az Isten egy hidat, egy hitként adta oda az igét. És ezért nagyon fontos, hogy rengeteg a csalódás. A féltékenység, az irigység, bizony a hívőket is. Isten ugye milyen irigység, vagy miért áldja meg azt az Isten jobban, mint téged? Nem tudom. Különbség van. Azt mondja, különbség van a szolgálatokban, különbség. Abba higgyél, hogy nem személyválogató. Biztos oka van, hogy miért áldja meg jobban. Nem tudom, hogy miért. Nem tudom, hogy miért vannak különbségek, anyagi különbségek. Nem tudom, miért vannak. De benne van az egyházban a féltékenység, az irigység. Figyeljetek, a szőlőművesek példája erről szól. Az utolsó idők gyülekezet, nekünk szól a szőlőművesek példázata. Figyeljetek, olyan ma vettem észre, pedig ezerszer olvastam, hogy a bérfizetést visszamenőleg kezdi az Úr. Tehát azoknak fizeti ki először a bért. Én ezt nem tudtam. Miért nem szóltatok? Majdnem hülyén haltam meg. Tehát a lényeg ott volt, hogy azoknak, akiket a legvégén vesz föl, azoknak, hogy végignézze a többi, akit legelőször vett föl, reggel 8-kor az végignézte a délután 5-öst, a délután 5-öst, és azt mondja, hogy ugyanannyit kap. Jó, nem baj, biztos majd az enyémet megtoldja.
SZIA visszatérítés. Nem, még ugyanannyit kap, még ugyanannyit, és akkor a legvégén ugyanazt kapja. És akkor mit mond a legvégső? Mi volt a baj az elsővel? Nem találkozott Istennel? Dehogy nem. Nem volt vele közösségben. Azt mondja, hát ez milyen igazságtalanság? És akkor mit mond neki az Úr? Annyit kaptál, amit megígértem? Megígértem az örök életet? Meg. Itt vagy? Itt vagy. Hát akkor? Gond? Értsétek meg, ez a Jónás féltékenység, irítség. Hogy benne van az egyházban a féltékenység, az irítség? Ó, édes Istenem! Ó, édes Istenem! Magányosság! Ugye ezt is a legtöbben érzik. Úgy érzi az ember, hogy Isten elhatja, mintha a menny bezárodott volna. Csak erre hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy miért érzed ma ezt a magányosságot. Azért, mert Isten azt mondja, hogy na most akkor ki vagyok én neked? Ez ugyanolyan dolog, ha én nekem most a feleségem valami oknál fogva 4 hónapra elkerül otthonról, akkor az feljogosít engem, hogy én ne szeressem. Feljogosít engem, hogy én hűtlen legyek. Feljogosít engem. Előfordulhat ilyen az életbe? Előfordulhat. Én, amikor börtönbe kerültem, 9 hónapig nem találkoztunk egymással. Nem láttuk egymást, nem tudtunk egymásról semmit. 9 hónapig. Letéptem a börtön faláról a házi rendet, arra írtam az első levelet. Mert nem adtak papírt, meg nem adtak borítékot. Megfordított eléke, nem értette, hogy mi van, azt hiszem, valami kódolt üzenet. Nézte, hogy bekarikáztam-e, hogy gyere, értem a fűrésszel a bal hátsó kapóhoz. Nem, semmi kód nem volt benne. Azt a papírt tudtam szerezni. Nem jogos, hogy ott értettem meg, hogy mekkora hibát követtem el vele előtte. Ott értettem meg, hogy ez mekkora hülyeség volt ez. És Isten ezt próbálja, amikor magányosnak érzed magad, ott van veled, azt mondja, hogy hát most meglátjuk. Meglátjuk. Mit hozol ki magadból? És ezért ugye a haragnak a következményei a meghalni akarás, az önvádlás, a nyílt lázadás Istennel szemben, rengeteg hívő ateistává vált ma, a kényelem, az egoizmus, az elkülönülés, tehát rengeteg hátránya van ennek, hogyha a haragot nyeljük be, és nem az Isten vezetése szerint megyünk. Ezért, drága barátaim, nem kell szégyelni, hogyha negatív érzések vannak benned Istennel kapcsolatban. Én arra kérlek benneteket, hogy jobb, ha kibeszélitek, mondjátok el, mint Jónás. Elmondta Istennek a negatív érzéseket. Ha magányos vagy, ha úgy érzed, hogy Isten nem cselekszik az életedbe, panaszkodj neki. Menj oda az apádhoz, és panaszkodj neki. Ne nekem, kérlek. Az apádnak panaszkodja. Én a testvéred vagyok. Én ugyanúgy panaszra álljok a faterhez, mint te. Az apádnak panaszold el. És ha elpanaszolod az apádnak, akkor az Isten megmagyarázza. Azt mondja, nem értem, hogy miért kellett megmentened. Na, azt mondja, Jónás, elmagyarázom. Itt a ricinus bogyó. Kinőtt egy nap alatt, árnyékot ad? Ó, Uram, fantasztikus! 46 fok helyett csak 42 van, csodálatos! Nagyon élvezem! Jön a féreg, a mocskos féreg. És másnapra meg tönkre megy. Azért ez egy nagyot növő tök volt, nem? Másnapra meg tönkre megy. Azt mondja, hogy te neked volt közöd ennek a gyors kinövéséhez és a gyors elpusztulásához? Uram, semmi közöm nem volt. Semmi közöm. Akkor miért bánt téged az? Hogy azok az emberek, akiket ugyanígy teremtettem. Igen, nem olyanok, mint te. Miért bánt téged az, hogy én azokat meg akarom menteni? Miért bántja ma a keresztényeket, hogy az Isten szereti az Iványi Gáborokat is? Miért bántja a keresztényeket? Miért? Miért? És figyeljetek, ez a választóvonal nem az, hogy meg tudsz-e térni, vagy nem. Ez a választóvonal, hogy milyen lelkület. Mert ha nem ez a lelkület van az emberben, akkor nagyon távol tud kerülni az Istentől. Ez a lelkület, ez nagyon hiányzik ma az egyházból, és erre bátorítalak benneteket, hogy figyeljétek, teszteljétek, nézzétek, ellenőrizzétek a lelkületeteket. Rengeteget jelent. Nagyon-nagyon sokat jelent. Azt tud kihúzni mindenből. Azt tud kihúzni mindenből. Úgyhogy ez a Jónás jele, és én nagyon várom már azt a pillanatot, amikor Isten, tudjátok azt, amikor Isten, na ez meg hogy van, azt, amikor Isten, Gordiuszi, azt, amikor Isten az utolsó, az egyházak várják majd, hogy így megáldja az Isten, úgy megáldja, így jön a csoda, úgy jön a csoda, amúgy jön a csoda, és akkor Jézus elmondja a Jelenések könyvében, hogy tudjátok, milyen csoda lesz? Minden népnek, minden nemzetnek, minden ágazatnak hirdetetni fog az evangélium. Ez lesz a csoda. Tudjátok, mit fogalnak erre mondani a Jónások? Ez csoda. Hát nálunk a helyi apostol nagyobb csodát tesz. Hát akinek nem volt rövidebb a lába, annak is megnőtt.
Például én elmennék egy ilyenre, mert megmondom őszintén, mindig szerettem volna legalább 1,76 lenni, vagy 1,80, tehát én például nagyon szeretném ezt. Hát csak nekem az a baj, nem az egyiket, nekem mind a kettőt kéne meghúzni egy kicsit, és valószínűleg az azért már melós. Tehát ott már azért tényleg csoda kéne. És mit mond erre az Isten? Mert oda mehetnék az Isten, és Uram, hát nem igaz most neked, 10 centi. Melyik őtök az, amelyik az aggodalmaskodásával egy arasszal is megnövelhetné a termetét? Ott értettem meg Istennek, és tényleg egy záró gondolat, hogy annyira szerettem volna, voltam régen, busszal jártam, és ott volt az a jelzőgomb, és soha nem éltem meg azt, hogy ezzel a kis ujjammal, hogy milyen megnyomni azt a gombot, és Istenem, mondom, hát én soha nem fogom megnyomni ezt a magasan. És Uram, pici, pár centit, valamit, és megyek fel egyszer a buszra, és a kapaszkodón van a gomb. Hogy nem az a megoldás volt, amit én akartam. Mi volt az én megoldásom? Mert most ott érted, megyek haza az osztálytársam, ott van a csajok, mindegy, meg nem néztek ide? Így nyomta meg a gombot. Mind. Van, hogy túl kellett menjek egy megállóval, mert ha nem volt, sokan voltak, hát ott nem kezdesz el ugrálni. És az Isten megoldott, és fölmegyek, bekapaszkodok, és ott nézem, jelzőgomb. Istenem, hogy erre miért nem gondoltam? Na, így legyél te is. Meg fogod nyomni a gombot, ne aggódjál. Az Isten lejjebb rakja. Mert mi lett volna logikus? Hogy én megnövök. Föl tudtam volna kérni a lányokat a táncon, a farsangon. Hát nem tudtam, minél magasabb volt nálam. Nem tudtam ilyeneket csinálni, és akkor még ez... Mondom, Istenem, még ez a... Már akkor megtértem, mondom, még ez a jelzőgombbal is szívózol. Hát ez nem... Hát mondom, oké, táncból kimaradok. Ebből itt a jelzőgombbal. És lejjebb hozza. Na hát ez az Isten. Erre én nem gondoltam, hogy lehet ez is, ez a megoldás. Fogd így fel, hogy erre nem gondoltál. Erre nem gondoltál. És ne is foglalkozz vele. Adj hálát az Istennek, kész. Olyan jónások legyetek, Uram, hálát adok, hogy megtért Ninive. Nem tudsz hálát adni ezért. Nagy bajban vagyok.